ennyire gyorsan még soha nem kezdtük el a felvételt. Meg is vagyok döbbenve. De figyelj, de hogyha szükséged van egy kis időre, amíg bemelegedsz, akkor szóljál. Nem. Nem kell? Nem kell. Nem kell? Edzettem, idefele jövet. Mit csináltál? Edzettem. Edzettél? Hogy, hát, hogy edzettél? Nyújtottam. Beszélgeti emberekkel a buszon? Hát azt nem. Azt nem. Hát mit beszéljek az emberek? Na jó van, akkor köszönjél, Tibi. Ha nem akarod, hogy én köszönjek, köszönj te. Szerinted egy születésnapi ajándéknak elegendő egy gombapresszó kitűző? Hát attól függ kinek. Hát nem tudom. Hát speciál egy olyan embernek, aki annyira nem szereti a gombapresszót. De egy kis fricskának, nem jó? De az annak a fricskának kiváló. Becsomagolom valami baromi nagy dobozba. De én nem teszem mellé csokit. Ebbe. Azért, Tibi, mert hogy nem vagyok annyira unalmas és közhelyes, mint te. Miért? Dehogy nem. Csoki? Mi? Cukorka? Vagy mi? Bombon? Bombon mindenképpen. Bombon megy. Tibi, te már akkor is nyugdíjas voltál, amikor 20 éves voltál. De akkor is bombon megyet ajándékoztál, fogadjuk. Én... A lányoknak mit ajándékoztál? A szeretett lányoknak mit ajándékoztál születésnapjukra? Hát attól függ. Tibi. Akkor fogalmazd meg azt a kérdést, amire hajlandó vagy válaszolni. A szeretett lányoknak mindenképpen vittem virágot születésnapjukra. Ez 100%. És milyen? Ilyen minimál csokor, vagy inkább 100 vörös rózsa? Nem, hát én a mennyi gyermekkoromban... Milyen? Hagyjam a gyermekkoroddal. A szexuális érettség. Jó, a fiatal koromban volt nekem egy kedvenc virágom. Igen, de azt nem adtad oda senki. Adtam oda, mindig ezt adtam a lányoknak. De hogy visszakérted, hogy a következőnek nem, is azt adhast? Hanem hogy, mert ugye ezek vágott virágok, tehát ezt... Hát miért mondod, hogy a kedvenc virágod volt? Akkor biztos, hogy visszakérted. Tévedésedet beismerve visszakérted. Azon gondolkodom, hogy képzeld el, hogy nem jut eszembe, hogy hívják. Ez klassz. Ez a kedvenc virágod? Ez volt a kedvenc ez virágom. Ez volt a kedvenc virág. Miguel, nem felejtetted. De azóta is egyébként, ha meglátom a virágüzletbe... Akkor felismered. Akkor felismerem, és azonnal újra a kedvencemmé válik. Nem a Gerbera. Pedig annyira biztos voltam benne, hogy a Gerbera. De annyira biztos voltam benne. Pedig nem. Az a Gerbera az szerintem... Az úgy illik hozzá, Tibi. Nem. A te közhelyes, unalmas éned. De... Meg a virágban való megtestesülése. Nem. Nem? Ha nem, akkor mi találjuk ki, addig nem megyünk tovább, addig nem köszönünk be. Legyen ez a mikrofon próba, Tibi. Hát... Áldozunk erre egy olyan 15-16 percet. Jó, hát annyit mégis megér. Na, tehát melyik lehet az? Hogy néz ki? Azt is elfelejtetted? Nem, hát ez ilyen... tehát, hogy nem úgy van, hogy egy szárból csak a végén van egy virág, mint a rózsa vagy a gerbera. Igen, hanem több. Hanem több ilyen kis... Bokorszerű. Nem bokor, mert egy szálon háromnál... Az a bokor. Több nem volt. Az egynél több a bokor. Egynél több a bokor. Igen, az a bokor. Jó. Jellemző színe az inkább ez a kicsit narancsbahajló sárga. Narancsbahajló sárga? Igen. És nem lehetséges, hogy ebből a virágból többféle színben is létezne? De elképzeltem, szerintem van fehérbe is. De te a narancsbahajló sárgát szereted. Én a narancsbahajló sárga. De nem, mert tehát végülis az kis is kis virág volt, vagy nagy? Milyen a feje? Hát körülbelül olyan durva. Egy gerberánál nagyobb vagy kisebb? Másfél centisek a fejei, vagy kettő. Tibi, te valami mezei virágot szerettél nagyon? Nem. Ezt virágboltban vásároltam de nem rendszeresen. De nem, ez nem úgy nem van? Nem a mezőn lévő virágboltban, hanem hát a városi virágboltban. Tibi, ez nem az a típusú virág, amit az igazi virág mellé csomagolnak kiegészítőként? Nem. Tehát nem önállóan nem állja meg a helyét, csak végtelenül kínos esetekben. Nem, rendkívül sikeres virág egyébként. Tehát a virágok között az egyik legsikeresebb mondhatni. Annak ellenére, hogy nem tudjuk a nevét. Hát én elfelejtettem a nevét. Nem Tibi virág? Nem. Közben kortyoltam. Tibi, kávéval nem tudok szolgálni. Igen. Azért, mert nincs kedvem kávét főzni. De Kamilla... Nem, dehogy Kamilla. Tibi, hagyjál már, dehogy Kamilla. Hanem csipkerózsa áltermés. Azt tea, sem szeretem. De nagyon egészséges és nagyon finom. Egyetlen veszélyt érzek benne, és én is óvatosan iszom. Mert ezt én úgy szoktam csinálni, mert az ilyeneket, ami tele van vitaminnal, C-vitaminnal, azt ugye nem szabad forró vízben csinálni, mert akkor hát a C-vitamin jelentős része oda lesz. Hanem langyos vízben áztatom egy egész napot. Hát egy egész napot nem szoktam, de mondjuk este berakom, és akkor másnap reggelre már ilyen színe van, mint a reggeli pisa. Na most ezt elfelejtettem, hogy elkezdtem áztatni, ez 4 napig ázott. Az a kérdésem, Tibi, hogy bele tud penészedni a nem. vízbe valami? Nem. Hát valami igen.
De mitől tud benészedni valami, és mitől nem benészedik? Hát, ha van benne baktérium. Na, vagy nem, gomba, bocsánat. Jó, ja. De most csak tovább görgetted a választ. Miben van gomba? Ebben miért ne lehetne gomba? Mert ez egy szállított valami. A szállítottban nincsen? Abban nincsen. Hát Tibi, azt mondta, te szoktál szállított gombát. Hát, de nem szállított gombát teszel bele. Hát nem. Szállított csipkel. Ez igaz. Igen? De csak azt tud megpenészetni, amiben van gomba. Hiszen a penész az penész gombából. Azt szerintem az gombából van. Mondjunk példát arra, hogy mit tudna megpenészedni, ha 4 napig benne hagyom a vízben. Egyébként szerintem a vízben nem nagyon penészedik be semmi. Nem. Mert hogy kell neki levegő is. Hát Tibi, azért volt már olyan egy életem egy szakaszában, amikor mondjuk főztem krumplit. Igen. És a főzővizet kint felejtettem egy hétre. Hát Tibi, azon úsztak penészszigetek. A tetején mondjuk igen, tehát valószínűleg. Hát nem vagyok kisehítve, ha csak a tetején úszik. De nekem úszott semmi. Akkor nem kell félned. Akkor nem lehet semmi baj. Szagából ítélve is teljesen steril. Gyakorlatilag szerintem egyébként bármibe tud penészedni. Tehát az én emlékeim... 2 percen belül mondtál élesen ellent magadnak. Most mondtad, hogy ebben nincs gomba, nem tud bepenészedni. Ja, hát már úgy, amiben van. Na, tanyarodjunk vissza. Megvan a virág neve? Nincs. Azt hiszem J betűvel kezdődik. J betűvel? Jászmin. Nem Jászmin. Jancsika. Nem. Jó kis virág. De nem lehetne, várjál. Jaj, de szép csokor. Igen. Vagy jaj, de olcsó. Nem, ez kimondottan drága virág. Tibi, ne hagyjál már, ez az apró fejű kis semmi virág, azt mondod, hogy ez nagy, hagyjál már békén. Tibi, ha nem akarod, hogy kinevesselek adásban, élő egyenes adásban, akkor ne provokálj ilyen hülyeségekkel. Nem, Tibi, ezek baromi olcsók, ezeket akkor szokták venni, amikor hogy meglátja a férfi, az egyszerű férfi ember, és azt mondja, hogy nicsak egy száron van egy egész csokor. Ide vele. Mert szálanként van ugye beárazva a virág, és erre ki van írva mondjuk, hogy 500 forint. Nézd már, 500 forintért kaptam 3, 4, 5 virágot. Ezért szokta megvenni a férfi ember. Úgy néz ki, te is ezek közé tartozol. Nem. Ha nem, mert a virágnak maga a kedvessége, bájossága. Először is ne használj ilyen esseket, hogy mert ez modoros, hanem nyugodtan úgy, ahogy szoktál beszélni. Mi ebben a szebb, mint bármelyik másik virágban, egy kicsi a feje? Nem, olyan kis helyes. Olyan mi? Jó hogy kicsi? Virág. Nem kicsi, hát nem ilyen hosszú. Azt kérdeztem, mi a kedves benne? Hogy kicsi? Nem. Az hogy alakja. Színes? Az alakja. Igen, a virágnak az alakja. Nem teljesen klasszikus virág feje van? Nem, hát nem. Középen egy sárga valami, és akkor a szirmok állnak ki fele oldalra? Nem. Inkább olyasmi, mintha lefele lógó harangok lennének. Tibi, a harangok sose lógnak felfele. Tehát a harangok mindig lefele lógnak. Jó, de nem, amikor kongatják, akkor forró fölfele is. Jó, oké. Tehát harangvirág. Tehát mindegy, nem harangvirág, azt tudnám. Elénekeljem neked az Egy szál harangvirág című dalt? Megkérlek, igen, aztán beköszönök. De mindig azt szoktad mondani, hogy ne énekeljek. Ha most váltok hirtelen. Az Egy szál harangvirágot a Szécsi Pál énekelte, vagy Harangozó Teréz? Szécsi Pál. Vagy azért gondoltam, hogy azért ugrott be hirtelen, egyébként tévesen, hiszen... Mindenki nyilván tudja, hogy Szécsi Pál, mert hogy Harangozó Teréz és harangvirág. Ez szerintem, ez kínos. De lehet, hogy ez jogra be ösztönösen. Lehet. Egy szál. Harangvirág? Folytasd. Ennyi csak. Mit adhatok? Tessék. De ennyi csak. Mit adhatok? A végére ez nem kell. Mert kioltja teljesen azt a kedvességet, ami egyébként most ebben a szép baritonban benne volt. Ez bariton? A hang nem, amiben énekelünk? Bariton lesz bariton az, bariton lesz az. Te erről úgyis sokat tudsz. Majd mondom. Basszus semmiképp. Nem. Tenor? Tenor az Simándi József a tenor. Nem az a tenor? Ahogy énekli a Hazám, Hazám. Hazám! Ez a tenor. Hazám! A bariton meg ez a szép bariton, ez a sejmes. Ez a bugyi nedvesítő, nem? És az a bariton? Hát a bariton, szerintem a... Hát a bariton már a hangzásából is olyan. Tibi, neked a te bariton hangodtól nedvesedett már be bugyi? Persze. Ne viccelj már. Sok ezer.
De úgy volt, hogy egy nagy esemény volt, amikor sok ezer lány volt jelen, és akkor te azt mondtad, hogy és akkor egyszerre, vagy pedig életed során egyesével sikerült ilyen állapotba hoznod alsó, női alsó neműket. Egyesével is, és többesével is. Hiszen léptem fel nagyobb közönség előtt. Igen. Ezzel a számmal? Hát nem. De csak az, hogy kiment, és bam. Nem, csak mondtam. Például mondtam szép dolgokat. Verseket, szép dolgokat. Mesélti szép virágokról. Meg mondtam verset. Jaj, tartottam beszédet. Figyelj csak, szavadat ne feled. Neked mennyi témád van? Tehát meddig húzzuk ezt a semmit? Sokáig. Jó, akkor. Tényleg nem készültél? Két heten volt adás. És nem, megint nem hoztál egyetlen témát se. Ne nézzél rám ilyen bizonyosan, tudod, hogy ez a halálom. Válaszolj. De hoztam, vagy nem. Megint, Istenem, megint szól a telefonja. Miért nem lehet kikapcsolni a telefonot? Mert akkor elfelejtem visszakapcsolni. Majd én szólok, hogy kapcsold vissza. Jó, most addig nem fogsz tudni koncentrálni, amíg nem teszi le itt a telefon. Tudom, leteszi. Én tudom, csak addig nem tudunk tovább menni. Hát én tudnék. Nem tudnál, mert folyamatosan arra figyelnél, hogy és hallan is. Jó, hát mindjárt abba hagyja. Hát megvárjuk. Na, vége. Megtennéd, hogy kikapcsolod? Mert hívni fog. Nem fog hívni, hát most is hívott. Eszébe jutott, hogy meg vagyok én áldva ezzel az ember. Nem kapcsoltad ki? Hát nem kapcsolom ki. Hát levettem a hangot. Meg kikapcsoltam a rezgést. Ki van kapcsolva a rezgés? Akkor fordíts fejjel lefelé, ne is lássuk, hogyha hív. Meg kész. De nem a rezgést vetted le, hanem kikapcsoltad. Most a rezgést vetted le, vagy kikapcsoltad? Levettem a rezgést, hangot. Tehát némára állítottam. De ha hív, akkor fel fog villanni a képernyő. Lehet, hogy akkor fel fog villanni. Megtennéd, hogy fejjel lefelé? Nem, nem fordítom le. Miért? Mert nincs kedvem. Én lefordíthatom? Nem, hozzá se nyúlhatsz. De nekem van kedvem. De nem nyúlhatsz hozzá. De nem szeretném, ha megszakítaná ezt a színvonalos beszélgetést, hogyha volt kedvesed, megint keresne teljesen feleslegesen, mert úgysem veszed föl. Akkor mi akarod nézni, hogy híve? Én nem nézem, te nézed. Én nézem, engem zavar. Lefordítanád a kedvemért? Nem. Miért? Mert nincs kedvem. De nekem van. Azt lehet, hogy neked van, de nekem nincs. Akkor tegyél rá valamit. Jó, ez így, ahogy van. Ez mi? Így tökéletes. De miért? Most mondtam, hogy engem zavar. Nem baj. De baj. A, na, zavar, baj. A zavar szóban benne van, hogy engem zavar. Tegyünk rá valamit, ami nem látszik. Nem teszek rá semmit. Tedd rá a zacskódat. Nem teszem rá. Megállítom a felvételt, Tibi, hogyha nem vagy hajlandó eltakarni a kijelzőit a telefonodnak. De miért akarjam már el? Mert engem zavar. Ja, Istenem, komolyan mondom. Megakadályoz a gondolatvitelben. Aha, persze, abba. Fasz ki van. Bocsánat. Tényleg felhúztad magad ezen? Igen. De miért? Mert miért kell beleszólnod? Fejtsük meg. Én nem szóltam bele. De hát, beleszóltál. Abba kértem, csak azt kértem, de hogy, miért, hogy, amíg, miért nem jó? Hogy amíg tart az adás, addig ne zavarja meg az adás felvételt az, hogy felvillan a képernyő, és keresnek téged telefonon. Hát ezt kértem. Vissza tudunk jönni? Majd valamikor biztos. Érdekes, hogy ilyeneken felhúzod magad. Még mindig ilyen lobbanékony srác vagy, mint voltál régen. Ha nem akarod, akkor ezt, ami eddig elhangzott, nem rakom bele az adásba. Nem zavar. Engem viszont zavar a kijelző, tudod? Tehát persze. Most tisztáztuk a zavar szó jelentését. Sok szeretettel köszöntjük. Végre csak kijött. Innen az Isten hegyéről a Gombapresszó hallgatóit. Kimaradt ugyan egy adás, nem szándékosan, hanem hát a körülmények összejátszásából, de majd bepótoljuk. Hát ha körülménynek veszük azt, hogy nem érezted jól magad. Az körülmény? Az körülmény. Jó van. Én meg azért kerestelek hétfőn kedden, mert hogy nekem meg hát sürgős... Mi ez? Mi volt nekem? Próbamunkát kellett leadnom. Próbamunkát kellett leadnom. Azt tudom. Végre lenne állásom, érted? De még mindig nem szóltak. Tudtam, hogy azért kicsit, nem... Kicsit feszült vagyok most már hány napja? Már péntek van? Három napja. Három napja. Hát az figyelj, az azért nem egy nagy vasziztos. Én nem tudom, Tibi, azért. Én azt gondolom, hogy egy lenyűgöző portfóliót nyújtottam. Igen. Be. Igen. Tehát mindenképpen alkalmas arra, hogy azt mondják, hogy azt a rohadt retek, hát ne is bontsuk fel a többit. Jó, ma meglátjuk. De figyelj, az a lényeg, hogy beadtad. Vagy leadtad. Hát Tibi, azért de e felől nem volt kétségem. Leadtam, de képzeld el, hogy ilyenkor nagyon nehéz. Jó, nem árulok el ilyen titkokat. Hát hallgatja az is, akinek nem kéne. Na jó van, Tibi. Mondjak-e szolgálati közleményt neked? Hát mindenképpen, ha van. Nincs. Ha nincs, akkor ne mondja. De tudok rögtönözni. Azon nem újjon, Tibike.
Hát kérlek szépen, igazán olyan nagyon szolgálati közleményem nincsen, ha csak az nem, hogy a gombapresszónak a honlapja, mely mikor elkezdődött a nagy gomba felmérés, akkor életre keltettem, azóta ismét tetszalott állapotában. Volt, most megint kiraktam rá. Hát amit említettem neked a múltkor. Nem nézted egyébként? De, néztem a nevet. Megnézted? Gyorsan akart a Géza? Nem mondd el a nevét. Jó, hát a Gézát meg. Nem járult nem. Hozzá. Ja. Másnak a nem személyes... Nem játszunk. Manapság, tudod, ez a világ most már, minden vigyázni kell mindenféle személyes adattal, mert aztán a végén az lesz, hogy bezárják az egész gombapresszót, azt ülünk itt, mint két hülye fasz. Szóval igen, Géza. Gézának az elemzés. De elolvastad? Elolvastam. És emlékszel rá, amikor ez született? Hát, őszinte legyek. Hát nem, Tibi, hazudhatsz nem, is. Nem emlékszem rá. Ha gondolod, élhetsz a hazugság eszközével. Arra emlékszem, hogy a... Mindegy, most már Gézát mondhatunk. Most már mondhatsz Gézát. Tehát, hogy beszélgettünk vele később. Géza. Azt hiszem, igen. Talán a Muszinázban. A kertjében, vagy valami ilyesmi. Ahol lőttek ránk. Igen. Ezt elmondtuk már másban? Egyszerűen a Mószínház kertjébe lőttek ránk a szemközti házból. Az ez milyen vicces azért volt, az, nem? Hát nem. Hogy fedezék be, menekült mindenki. Valaki, hát valószínűleg légpuskával. Hát biztos, hogy légpuskával. Hát nagyobb nyomot hagyott volna, hogyha egy sorozatlövő fegyver lett volna, vagy esetleg egy, bár mondhatjuk azt is, hogy aknavető, de... egy aknavetővel. Nem, csak pattogott a kis lövedék valami fém alkatrészen is onnan. De nem is, honnan jöttünk rá, hogy lőnek? Hát a, a torkolat tüzet nem láttuk. Azt nem láttuk. Azt sem, nem tudtuk megállapítani, hogy honnan jön, mert a hangot se hallottuk, nem csak amikor csak becsapódott. Légpuska. Akkor honnan tudtuk, hogy ez lövés? Mert egyrészt szerintem valaki mondta, hogy már ilyen. Volt ilyen. Ja, igen, tényleg, valaki mondta, igen. Mert szerintem nem jöttünk volna rá. Vagy nem az volt, hogy valaki azt mondta, hogy oh! és meghalt. És onnan tudtuk, hogy lelőttek. Olyan vicces hangod van. Tibi, semmiképpen ne szinkronizáljál rajzfilmet. Miért? Mert nem alkalmas a hangod. De ezt Bóknak szántam. Tehát nem rajzfilm figura hangod van, hanem élet, felnőtt férfi. De ha ezért héliumot szippantanik. Ezt szívtál már héliumot? Nem, képzeld el. De egyszer ki akarom próbálni. És más szívtál már? Hát persze. Technokor rapid volt? Á, nem. Én mindig lenéztem ezeket a ragasztós csávókat. Mert hogy már akkor is gurmé voltál? És technokor rapid nem süllyed le nyilván egy pap Tibor. De nem szipuzunk. A szipuzás, mint szó is, egyrészt csúnya. Az csúnya szó. Másrészt pedig abban a szövegkörnyezetben mindig, ahol megjelent, attól meg még inkább úgy érezte az ember, hogy ezt nem kéne csinálni. De nem is, nem, eszembe se jutott, hogy csináljam. Tehát, hogy nem éreztem rá soha kényszer. Jó, jó, de hát én cigire is baromi későn szoktam rá. De akkor bepótoltad. Hát azóta bepótoltam. Hát így van ez. Ha az embernek kiesik egy hosszú időszak, akkor utána hát, bele kell húzni, mert különben szartsáid az egész. Szóval nem szívtam. Nem. Tibi, figyelj, képzeld, ezt nem tudom, mondtam-e már neked. Én emlékszem arra az időszakra, most nem kábítószerezés lesz, sokkal kevésbé érdekes téma lesz. Tudom, hogy arra számítottál, hogy most elmondom a heroinista múltamat. Lerántom a leplet róla, de nem. Azt majd egy másik adásban. Hogy van ez a kifejezés, hogy valakit megszivatni, vagy megszívta. Igen. Vagy ne szivass. Képzeld el, nem akarok minden mondatot így kezdeni, de én emlékszem még arra, ez középiskolás koromban volt, amikor én aktívan kosárlabdáztam versenyszerűen, és az edzőnk használta ezt a szót. És én előtte ezt így ebben a kontextusban nem ismertem. Ő azt mondta, hogy szívjátok föl magatokat, vagy valami ilyesmi. Jó, de az mást jelent. Nem. Nagyon mást. Nem. Jó, a jelentésében más, de az eredetében nem mondd, ugyanaz. Hogy a szívni szót, azt nem, korábban nem hallottad. Hallottam, most mondom, hogy ilyen kontextusában. Mert az, hogy engem te ne szívass, igen. Vagy hogy megszivattam, hát azt úgy tudnám kibontani ennek az eredeti jelentését, ahonnan ez érkezett, amit gyerekek által hallgatott rádió műsorban nem szabad elmondani. Hát te is tudod, mit jelent ez. Tehát valakit megszivattam. Mit jelent? Jó, most meg...
Egyébként egy érdekes szakmai kihívás, hogy el tudom úgy mondani, hogy egyértelmű legyen, de a gyermekek fejlődésében ez ne okozzon semmiféle kárt. Tehát ezt úgy fogom megoldani, hogy a felnőtteket most megkérem, a gyerekeket távolítsák el a készülékek elő, vagy pedig a gyereknek a két aranyos kis fülét a szülő a két tenyerével kezdje ütögetni. Ne ütöget, de csak tartsa ott. Jó, de küldje el. Tudod, milyen csúnya dolog a... Gyereket ütni? De ha nem, a fület ütni. Bármit ütni gyereknél, az nagyon csúnya dolog. Tibi, ne gondolnás, hogy a fülön kívül a gyereknek bármelyik más testrészét ütni, az komilfó. Nem, egyáltalán, de azt szerintem az a legcsúnyabb. A fülét ütni? A fülét ütni. Hát Tibi, szerintem, ha a szemét ütik, az még rosszabb. Nem? Én tudom, mit nem szeretek? Ha tarkómat ütik. Az roppant megalázó. Nem is tudom, mikor ütötték meg utoljára a tarkómat. De már nem él. Hát hogy él már? Ne viccelj már, Tibi. Abban a pillanatban elástam, élve. Na, tehát visszatérve. Igen. Az, hogy valakit megszivatok, az azt jelenti, hogy a pöpösömnek a másik oldalára helyeztetem el őt. A megfelelő szervével. Tehát innen indult ki. Tehát, igen? Igen. Hát igen, ezt jelentett először. Tehát kifejezetten egy ocsmány kifejezés volt ez akkoriban. Hogy ez nem most volt, amikor én középiskolás voltam, elég régen. És akkoriban harapózott ez el. Akkor indult hódító útjára az, hogy megszivatni, ne szívas. Szivatóra vettem. Szétszivattam. Megszivatt, az volt már. Az már volt. Na. Ez jutott eszembe, nem most, hanem mostanában többször eszembe jutott. Az emberek olyan lazán használják ezt, miközben ez egy trágár ocsmány kifejezés. Volt régen. Egy ocsmány, nem ocsmány, de mindenképpen egy semmiképpen egy, tehát mindenképpen semmiképpen egy a köznyelvben használható kifejezés kéne, hogy legyen. Úgyhogy és mégis átalakult. De én nem használom. Én se. Én nem. Ne szívas. Tényleg nem. A másik meg, de ezt már talán meséltem, a dögös szó. Mi? Dögös. Dögös? Hát igen, tehát a dög. A dög szó, ugye, amíg én nem tudtam, amíg ez a szó nem kapott egy másik jelentést, hogy az eredeti jelentése mi? Hát a halott állat, pús, vagy tetem. Az a dög. Igen. Dögkút, dögevő, dögkeselyű, dögvész. Ezek mind ugye a elhullott állatoknak a oszlásnak indult tetemé, mint szógyök jelentette. Na most utána meg milyen jelentést kapott az, hogy dög? Például van egy zenében, hogy legyen a zenében dög. Tehát, hogy legyen benne power. Hogy legyen benne erő. Na, látod, ezt például soha nem hallottam. Ah, Istenem. Az a baj, ráadásul Tibi, hogy nem is hitelesen játszol azt el, mintha egy másik bolygóra jöttél volna. Nem mondd már azt, hogy a zenében van dög, azt nem hallottad még ezt a kifejezést? Nem, tényleg nem. Jó, akkor vegyük a másikat, ami gyakorlatilag ugyanez a jelentés, csak másik kontextusban. Tehát egy dögös nő. Tibi, mondd, hogy ezt már hallottad. Ezt már hallottam. Jó. Tehát a dögös nő szó összetétel, jelzőszerkezet, semmiképpen sem azt jelenti, hogy egy nő oszlásnak indult. Kutyatetemnek néz ki. Nem kutyatetemmel. Hanem, hogy kurva jól néz ki. Hát olyan dögös. Mert van benne dög, érted? Mert hogy döglik utána a férfi nép. Nem biztos. Szerintem még nem minden indult, hogy döglik utána. Mert az egész más, hogy döglik utána. Azt szó szerint kell érteni. Hogy meghalok, hogyha rád nézek. De nem ebből jön ki. Nem. Szerintem nem. Ha nem. Szerintem a dög szóból. Hanem, hogy a másik jelentésben, amit állítólag még soha nem hallottál. Hogyha valamiben van dög, az azt jelenti, hogy az olyan... Ilyen. Jó, de menjen nyugodtan. Rajszinkron. És ha egy nőben van dög, az a nő is ilyen... Na, én soha nem. Ma is tanultál valamit. Tehát érted, nem lehet a dögnek az a jelentése, hogy halott, meg az, hogy élő. Tehát, hogy nagyon halott, meg hogy nagyon élő. Bárpedig látod? Bárpedig? Ilyen gyönyörű. Szerintem nem csak a magyar nyelv, hanem remélem, hogy a többi nyelv is rendelkezik ilyen organikus fejlődéssel, gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Tehát egy szó, lásd, akár saját maga eredeti jelentésének az eredetjével is felruházza előbb-utóbb a nép. Szerintem ez gyönyörű. És hol hallottam én először a dög szót? Hol? Nem dögkút formájában. Zalatnai Sarolta egyik szerzeményében. Nem ő szereztem, ő nem tud zenét szerezni, de ő énekelte, hogy mit tudom én, de dögös vagyok.
vagy. Mit énekelt Szalatna és Sarolta? Az biztos, hogy ő énekelte. Igen, amiben volt az a szó, hogy dög. Vagy pedig lehet, hogy arról énekelt, hogy a rock'n'roll-ba legyen dög. Utána fogok nézni. Jó. Szerinted a Google kiadja, ha beírom, hogy Szalatna és Sarolta és dög. Szalatna egy dög. Egy dög vagy. Na hát, ez meg megint egy más jelentés, hogy egy dög vagy. Tehát én azt mondom rá, hogy Tibi, te egy dög vagy. Ugye se nem azt jelenti, hogy egy oszlásnak indult húgyatetem vagy, sem azt nem jelenti, hogy milyen baromi dögös vagy, vagy erő van benned, hanem te egy dög vagy. Tehát az negatív. Ja, az nagyon negatív. Hogyan szemét vagy. Nem? Az a dög. Igen. Hogyan dög vagy. Nem szoktam így használni, hogy de dög vagy. Ritkán használjuk. Használjuk ezen túl többször. A 70-es években ez mondjuk... Szerintem a rádió, tehát a most a 70-es évekről a rádiójátékukban ez, hogy te dög, ez szerintem rengeteg. Tehát, hogy férfi-nő viszonylatban. Igen, nő is használt a férfira? Nem, általában a férfiak használták a nőket. Te dög. Igen, te hálátlan dög. Igen. Például. Rádió kabaréba. Nem, szerintem nem. De. Vagy rákeresek. Az adás egy későbbi pontján mesélni fogok neked az Édes Anna című egyrészt regényről, másrészt színházi előadásról, másrészt filmről. Nem tudom, honnan jutott eszembe. Valamit mondta az előbb. Ja, a rádiójáték szót használtad. És letöltöttem, természetesen fizettem érte, egy 1970-valahányban készült rádiójátékot az Édes Annában. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Nagyon, senkinek nem ajánlom. Na, én már vissza is fogom kérni a pénzt. Na jó, Tibi. Na. Van-e nekem... Szolgálati közleményem. Hát én nem tudom. Ja, elmondtam már. Ez a gombapresszó.hu oldal. Látogassátok, olvassátok el, amit Géza barátunk. Akkor már barátunk volt. De akkor már barátunk. Utólag jutott eszembe, hogy szerintem ez úgy született meg, hogy tényleg egy kis hátteret is rittyentsünk emögé az írás mögé, hogy minthogyha, de mondd, ha másképp emlékszel, de mintha akkor rengett volna meg előttünk, vagy alattunk először a talaj. Hogy Géza azt mondta nekünk, hogy egy kicsit figyeljünk oda, mert hogy gyűlnek a vihar fellegek. Igen, a gombapresszó fölött. Tehát, hogy én is, igen, tehát ez jóval korábban volt, mint ahogy aztán véglegesen eltávolítottak bennünket. Hát ez jó, ne viccelj. Ez 2006-ban, és mi 2010-ben is még a rádióban voltunk. Bőven. Tibi, most, hogy mondod, majdnem elfelejtettem. A mai adás legfontosabb mondatát. Hanyadika van ma? 20-a. 21-22. Amikor ez adásba kerül, a gombapresszó akkor lesz 17 éves napra pontosan. Igen. Nem. De 23-án. Pontosan. Tehát amikor ezt halljátok, gyerekek, már amennyiben aznap hallgatjátok meg, ahogy elérhetővé vált, pont 17 évvel azelőtt indult útjára az őrület. A dögösség. A dög. Elindult a dög. Megjelent a rádióban is a dög. Az életben, Tibi, a világban megjelent a dög. Hú. Akarunk erről beszélgetni? Sose felejtem el. Mintha ma lett volna. Tegnap előtt volt. 17 év. 17 év, bassza meg. Azt a hétszentségét. Jó, kicsit mélázzunk el. Ez is a szolgálati közlemények rovatba való. 17 éve csináljuk ezt, Tibi. 17 év. 17? 17 év. Nem 16. És nem is 18. Szép rímszám. Erős a egyébként igen. 17 az egyébként egyáltalán nem szép szám a 17. Az egyik legrondább szám. De nem. De. Nem. De nekem. Én nem szeretem. Te nem szereted? Nem. Én amióta 17-es villamosra járok haza, nekem tetszik. Villamosban jó. Életkornak se rossz egyébként. Hát... ember életkornak nem rossz. 17 évesen, de jó volt. Emlékszel? 17 évesen kurva jó volt még. Nagyon jó volt. Hú, 17 évesen, de jó akkor volt. Előttem állt az élet. És még, de is éreztük is. És igen, tehát hogy... Tehát nem az volt, hogy ó, hát de fiatalok vagyunk, még milyen sokáig fogunk élni, hanem minden egyes pillanatunkat, döntésünket, vagy akár ösztönösen is, vagy tudat alatt is, ez irányította, hogy hát gyerekek, egyrészt már úgy éreztük, hogy már mindent tudunk, azért 17 évesen már nagyon sok. Megértük a mélységet és a magasságot is. Nem tudom, te hogy voltál ezzel. Én már akkor mindent megértem. Én akkor tapasztaltam meg napra pontosan a mélységet. 17 éves koromban. És
Nekem a 17 éves korom az, igen, tehát az gyakorlatilag egy folyamatos felhőjárás volt. De egy szárnyalás volt? Abszolút szárnyalás volt, minden tekintetben. Párkapcsolat tekintetében? Párkapcsolat tekintetében. Akkor volt a festőbarátnőd? Igen. Ó. Egy csodálatos. Nevét nem tudjuk már. De tudjuk. Tudjuk? Hogy ne tudnánk. De szó szerint tudjuk, vagy kb. Nem, hajszál pontosan tudjuk. Tehát nem, hogy a lány, a festőlány. De ő nem festőlány, az apja volt festő, vagy ő volt festő? Nem, ő tanult festő. De mi középiskolában már festő volt? Hát ő nagyon, nagyon korán kitárulkozott a tehetsége. De mikor? Hovoda? Szerintem általános iskolában már gyönyörűen festett. De tibi, általános iskolában nincsenek festők. Olyan van, hogy tehetséges kisgyerek. Jó, tehetséges. Tehetséget árult el. Milyen ügyesen, a festészet milyen területén. Ügyesen rajzol ez a... Mi a keresztneve? Júlcsi. Tehát jó, Kati. Döntsük már el, akkor melyik. Hát ez nagyon vicces, mert egyébként, tehát őt keresztelni Katinak keresztelték, tehát Katalinnak, de egyébként a családom mindenki Júlcsinak szólította. Nem tudjuk, mi az oka. És te hogy szólítottad? De hát már egyszer már. Kis bogara. Nyilván. Édes kicsi bogaracskám. De teljesen prózai mondatban is, hogy figyelj már te, édes kicsi bogaracska, add majd a sót. Így mondtad neki? Nyilván. Az apukája pedig a soproni sörgyárnak volt a műszaki igazgatója. Ott basztad el az életet, Tibi, hogy... De én nem ittam. Én nem azt mondom. Ja. Hanem, hogy abból nem lett egy életre szóló kapcsolat. Egy termékeny életre szóló kapcsolat. Szeretétek egymást? Hogy? Imádtuk egymást. De ő is téged? Persze. Hát ne viccelj már. De imádtuk egymást, de ő is imádott téged, Tibi? Nagyon-nagyon szeretett engem. Így van. Nem ezt mesélted, Tibi, hogy végülis majdnem eljutottatok a csókig? Nem ez volt az? Nem. Nem, olyan nem volt, hogy majdnem. Akkor mi volt az, hogy egyszer visszamentél? Hova? Az időbe. Nem az időben, te hülye, mert találkoztál, vagy osztálytalálkozó, vagy valami volt, és megbeszéltétek, hogy találkoztok a parkban, ahol majdnem megcsókoltad, de mégsem, és arra gondoltál, hogy milyen jó lenne, hogyha most ott folytatnád, ahol akkor abban marad, és kijavítanád azt a hibát. Baszki, valami ilyesmit meséltél. Az nem ő volt? Az biztos, ilyen nem volt biztos. Másik volt. Én sem emlékszem így egész. Tehát nem tudnálak most hazugságon kapni, mert nem emlékszem én sem. Jó, az nem ő volt. Nem, szerintem vele nem. Csókolosztál. De hallgatók nem látják, mit csinálsz. Forgatod a szemed. Sokat mondóan forgatod a szemed. 17 éves voltam ember. És akkor mi van? Na, akkor mi van? És? Attól még lehetél volna béna. De nem voltam béna. Mint jól hát gyakorlatilag egy bombiván voltam. Ez szép átkötésnek szánod? Honnan kerültünk el idáig? Ő a 17 évtől. Ja, 17 év. Hogy de gombapresszó 17 éves. Jó, de hagyjuk ennek semmi közel hozzá, mi 17 évesen milyenek hát voltunk. Nem. Szóval 17 éve van a gombapresszó, ehhez képest nem tart sehol. De szerintem most szépen fut. Szerintem a meg, szekér. Szerintem meg 17 év alatt egy ilyen évet befutni, az a kutyának a fasza. Így tudnám röviden összefoglalni. Semmi, nulla, zéro. Tehát, hogy nincs, nem érzed úgy, hogy... Nem, ne, semmi jót nem érzek. Semmi, nulla. Most fel fogom baszni az anyamat. De szoktak bennem munkálni. Tehát ami, épp mostanában néhány nappal ezelőtt pirítottak rám, hogy mit érdekel engem. Ez annyira, hogy most mennyien hallgatják a műsort, vagy szeretik-e, vagy aki nem szereti, az miért nem szereti, vagy ezzel én miért foglalkozom. És értem is, persze értem is. Na de hát akkor mi a bánatos lószárért csinálna az ember egy rádió műsort, hanem azért, hogy akik meghallgatják, azok azt mondják, hogy azt a picsa. Hát de ez így van. Ezt én akarom. Ezt még jövő héten is akarom. Tibi, ha két évet csinálnánk, ja. Vagy jó, legyek megengedő 5 éve, azt mondanám, hogy jó, oké, nem kevés, amit elértünk, és akkor nézzük meg, hogy tudnánk tovább lépni erről a szintről egy magasabb szintre. De baszki, és a bazd meg itt most sokkal indokoltabb lett volna. 17 év alatt jutottunk el idáig. Tibi, ha leosztjuk egy évre, akkor az azt jelenti, hogy nem csináltunk semmit, nem értünk el a világon semmit. Nulla. Csak 17-tel beszorozva úgy néz ki, mintha valami lenne. Jó, elnökesen egy már. Neked könnyű, mert lelki szegény vagy. Az. Hát az vagy. De ilyeneken azért nem szoktál elkeseredni. Én szoktam elkeseredni. De nem ilyeneken. Hát ilyeneken kevés. Tibi, azt sem jut eszedbe, hogy másnap adás van. Nem az, hogy 17 éve csináljuk, hogy mit érdünk. Egyébként nincs ezzel semmi gond.
Más megközelítésben viszont azt mondom, és akkor ez még mindig a 17 évesek vagyunk blokk, hogy egy csodálatos dolog tudni azt, hogy egy-kétezer ember rendszeresen várja azt, hogy te meg én legyünk a mikrofonok elé, felvegyük, amit beszélünk, és aztán ők meghallgathassák azt. Legyen benne akármi. Van néhány adás, amit én provokációként is tudnék értelmezni a helyükben, mert hogy visszaérünk azzal, hogy ők nagyon szeretik azt, amikor mi beszélünk. Tehát például ezt a 35 percet, ami eddig eltelt is, kezelhetjük úgy, hogy visszaérünk az ő szeretet. Feltétel nélküli szeretetükkel. Úgy szeretnek minket, Tibi, mint a kutya. Hogy az is, megütik a kutya, visszajön. Tehát egy kutyát nagyon sokat kell bántania a gazdájának ahhoz, hogy ő megtagadja a gazdáját. Jó, tudom, sose próbáltad. Ne, nem tudok hozzászólni. Na jó van, Tibi. Szolgáltjuk közben. Még az adást néhány részében, akár indokolatlanul is, megemlékezünk arról, hogy 17 éves a gombapresszó, jó? Várjál, mert közben bezáródott az egyik nagyon kedves hallgatótól kapott iPad-ünk. Kérlek szépen. Na. Ez jó ide, nem akartam erről beszélni, de most, hogy így ilyen világvége hangulatban vagyok, hogy semmit nem értünk el 17 év alatt, hát ennek egy ékes példáját elmondom neked, Tibi. Az elmúlt egy hétben a Patreon támogatóink közül, hát figyelj, hát vagy öten megszüntették a támogatást. Tehát nem tudom már úgy értem, mert szokott néha az lenni, hogy valaki leiratkozik, akkor jönnek újjak, és általában azért az egyenleg az mindig pozitív. Egyébként most sem annyira negatív, de mert hogy sokan fel is iratkoztak, de ilyen sokan ennyire rövid idő alatt még soha nem iratkoztak le. Lehet ennek valami oka? Van-e valami, amit az adásokban másképp csinálunk, mint eddig? Nem, szerintem nem. Nem ez az oka. Elfogyott a pénz. Én technikai okot gyanítok mögötte. Mire gondolsz? Hát ezt meg hogy érted? Hát hogy? Én nem tudnám megmondani. De hogy részemről valami technikai hiányosság? Nem. Vagy nem. A bankok részéről? Hanem a bankok és a Patreon részéről valami. Nem, Tibi. Leiratkozni csak proaktívan lehet. Ja. Tehát azt rá kell kattintani egy gombnak, hogy megszüntetem. Ja, csak így? Azokat jelzi nekem. Ja. Nem kérdeztem meg senkitől, hogy miért csinálta ezt. Kérdőre se vontam őket. Nem küldtem el őket sehova. Mert hát ugye köszönjük az eddigi támogatást is. Persze, nagyon. De mégiscsak furda a kíváncsiság. Tehát, hogy ezek összebeszéltek vajon? Nem tudom. Na, más nincs, Tibi. Ja, nem lehet, hogy kimaradt egy. Nem maradt ki semmi. Na, milyen érdekes, erről sem akartam beszélni, de most, hogy arról beszélünk, hogy 17 év alatt nem értünk el semmit, ide van felírva, hogy miért nincs nekünk Wikipedia oldalunk, Tibi? Miért van az, hogy hát most már hívjuk sok ezer embernek, aki a 17 év alatt hallgatta, akár régen, akár most, akár végig a 17 évet. Miért nem jutott eszébe soha senkinek a gombapresszó Wikipedia oldalára megcsinálni? Jelent ez bármilyen rangot egyébként ma még? Én úgy veszem észre, hogy Tibi, tehát a seggem lyukának is van már Wikipedia oldalára. Ha leülnénk, és megírnánk, de, lenne. De annál szánalmasabb nincs, mikor magunk írjuk meg a magunkról szóló Wikipedia oldalt. Hát nem, azt valakinek meg kell írni rólunk. Hát ez benne a lényeg. Nem az te a kérdés, hogy van-e időm nekem. Te azt hiszed, én hogy tudom. A Wikipedia oldalainak a túlnyomó részét, azt mások írják másokról? Mi szerinted Orson Welles Wikipedia oldalát, jó, mondjuk, hogy meghalt, mire? Ő biztos nem. Jó, de mondjuk, mit tudom, Zalatnai Sarolta Wikipedia oldalát, szerinted Zalatnai Sarolta írja? Jó, de... Legyél benne teljesen biztos, hogy de nem. De abban egészen biztos lehet, hogy nem tudom én a... Na? Nem tudom, kinek az oldalát. Pedig az lenne érdekes, hogy mondtál volna egy nevet. Meg másrészt... Várjál, Tibi, most azt mondtad, legyek benne egészen biztos, hogy nem tudom, kinek a Wikipedia oldalát, és ő maga írja. Ezt mondtad? Ja, ezt szerettem volna. Nagyon meggyőző vagy, megdicsérlek. Meg ráadásul, hogy ne felejtsd el, hogy a gombapresszóban van valami titokzatosság. És ez lenne a titokzatosság, hogy nincsen róla Wikipedia oldal? És hogy nagyon nehéz ezért egy olyan Wikipedia oldalt csinálni, ami ugye, hát ugye tényleg informálná Tibi, én nem az embereket. Én egy filozófia eszét várok a gombapresszóról, hanem a puszta, egyszerű, bőre tényeket felsorolni a Wikipédiának az egyik erre szóló szócikkében. Tehát alakult 2002. szeptember 23-án. Tagjai. Az együttes tagjai. Pap Tibor, Rakusz Tamás. Akkor hánytól hányig voltunk melyik rádióban? Ezt mi se tudjuk. Hát ezért kéne másnak megírni, Tibi. Aki tudja. Visszafejthető. Hát biztos valamelyik adásban még annak idején elmondtuk, hogy éppen most rúgtak ki minket. Akkor például az, hogy
hogy kik voltak még... Technikus barátaim. Technikus, kik voltak, hánytól hányig, kik voltak a technikusok. Ezeket össze kéne írni valakinek. Miért nincs erő senkinek egy kurva jegyzete? teljesen fel vagyok háborodva. Jó, hát adjuk meg az esélyt. De eddig is megvolt az esély. Egy hetet adok, aztán megírom. Én megírom, az a baj, nem emlékszem semmire. Minden évben újra fel kell fejtenünk azt, hogy mikor indult, mikor indult. Nem, azt tudjuk, hogy mikor indult. Igen, mert olyan sokszor visszafejtettük, hogy most már megvan. Azt az egyet, azt tudjuk, de hogy... De azt, hogy meddig voltunk a Fix Rádióban, fingom sincs. Nem, mit tudom én? Jó, de vissza lehetne fejteni azért. Hát vegyek egy vissza. Majd nem könnyen. Na jó. Jó, ja, és azt mondom, tehát ha ezek után valaki csinál egy Wikipedia oldalt, az már baromira nem fogom megdicsérni, mert így, hogy én felhívtam a figyelmét arra a hallgatóknak, hogy írjanak már egy kurva oldalt, így most már nem érdekel. De lehet, hogy... Eddig kellett volna, barátaim. De lehet, hogy egyébként nem hallgatja a műsort, és úgy ír. Azt is lehet, de az egy elég nagy hülyeség lenne. Hiszen nem akkor úgy, mi alapján írná tehát, meg? Ezt a műsort nem hallgatja. Jó, de akkor igazolást tehát kell hozni, hogy nem hallgatta. Tehát, hogy hirtelen eszébe jutott. Egy egyszerre pont hogy most. Pont. Tehát, hogy valami... Mert hogy van a csillagoknak olyan állása. Hát meg Tibi, ahogy a Bolyai meg a Gauss vagy ki egyszerre vagy nem Gauss, hanem Lobacheszki vagy valaki. Egyszer ugye nem euklidészi geometriát, egyszer jutott az eszükbe. Van ilyen. Pedig hát baszki, a nem euklidészi geometria az ember eszébe azért nem jut csak úgy. Tehát annyira kicsi az esélye, hogy egyszerűen nem lehet megfogalmazni számokkal, és mégis eszükbe. Hát akkor egy szaros Wikipedia oldal eszükbe. Hát, na. Jó, akkor jó. Tibi, jó? Ez belehallatszódik. Kérem szépen, a szolgálati közlemények közé van felírva. Azt tudhat, hány éves a gombapresszó? Aha, 17. 17. Épp ma. Márhogy nem ma, hanem 23-án. Az utánlövések. Tudod, ez az, amikor valamiről beszélünk adásban, és hát szokásunktól eltérően vagy hülyeségeket beszélünk, vagy semmi nem jut eszünkbe, ami adat szintén elfogadható lenne. Most először is az első, az egy olyan lesz, amikor kiderül, hogy Tibi, te fejből tök jól tudtál valamit. Latabár Árpádról van szó. Én nem is olvasom fel. Bár megérdemelni. Latabár Árpádról mondtad, hogy ő és Kálmán öcsi. Képzeld el, most tudtam meg, hogy Kálmán volt az idősebb. Én azt hittem, Árpád volt az idősebb. De nem, ő csak egy fejjel nagyobb volt. Igen. És szemüveges. Igen. És nem volt olyan elrajzolt arca. Na szóval, hogy ők párosban, és Árpád külön is, Tibi, az egész világot bejárta. De úgy, hogy Afrikában is. Németországban valami Max Reinhardt. Egy nagyon híres valamit? Rendező. Igen? Német rendező, igen. Na mindegy, ő is alkalmazta őket valamire. És például azt mondta róluk, hogy a, nem is, ő Latabár Kálmánról mondta, hogy kihez hasonlította, mert Buster Keatonhoz hasonlította például, hogy akkor a tehetség. És aztán ez a Latabár Árpád, ő meg azt hiszem volt egyedül Afrikában is, Moulin Rouge-ban. Ilyen helyeken lépett föl. De arról nem találtam leírást, hogy, tehát, hogy mivel lépett föl. De azt nem tudom. Hát táncos komikus, egyébként a táncos komikusra mindjárt mondok majd valamit. Na szóval, hogy igazad volt. Én erről nem tudtam, hogy ő nekik ilyen komoly nemzetközi karrierjük volt. Aztán, amikor hazajöttek a felszabadulás után, akkor a Budapest összes létező végtelenül kínos színházában feléptek. Budapest varieté, kamara varieté, operett színház, vidám színpad, akkor talán még nem volt vidám színpad, az összes ilyen értelmezhetetlen hely. És Latabár Árpádról még azt olvastam, hogy idősebb korában alakult ki személyisége. Talán nem a személyisége szót használták, hanem hogy karaktere. Tehát, hogy addig egy jellegtelen figura, amikor volt, akit valami rejtélyes okból egyébként a Moulin Rouge-ban nem tudom, hol alkalmaztak. Mindenki imádta. De én visszaemlékszem gyermekkoromra, mert azért mi gyermekkorunkban nagyon sokszor láttuk a tévében Latabár Árpádot. Igen. És Latabár Kálmánt. Hát a két Latabár. A Latabárok. Na, úgy mondták, hogy a két Latabár. Vagy a Latabárok? A két Latabár? A két Latabár. A két Latabár. Ez volt. Igen, két Latabár. És előadtak valami nagyon kínos dolgot. Én most megnéztem egy-kettőt, Tibi. Hát figyelj!
nem akarsz róla beszélni. Nem, nem az, hogy nem akarok róla beszélni, mert képzeld, ambivalens érzéseim alakultak ki. Nem biztos, hogy akarok az ambivalens érzésem másik feléről beszélni, de egyrészt az egyik fele, hogy tényleg nagyon kínos. Tehát bejöttek ketten egy-egy hegedűvel. Meghajoltak mind a ketten jobbra, középre, majd amikor a másik oldalra hajoltak, akkor összefejeltek egy kicsit. És ettől... Mindenki dönt a nevetéstől. Tibi, gurgulázva nevetett. Az a baromi sok ember, valami szóval hol lehetett, valami nagyon egy színházban volt. Aztán elkezdtek volna hegedülni, de képzeld, Latabár Kálmán fordítva fogta a hegedűt, és nem találta a húrokat. És arra gondolt, hogy akkor ez egy rossz hegedű, ezért kicserélte a testvérének a hegedűjével, de azt is véletlenül rosszul fogta. Ez adott okot a felhőtlen végtelen örömre a nézőtéren. Ezen röhögtek. De aztán eszembe, mert ugye arra gondoltam, hogy talán régebben, hát nem jó szó az, hogy hülyébbek voltak az emberek. Nem. Hanem másféle humor volt. Igen. Hogy jó, hívjuk így, hogy másféle. Mert hogy nyomokban még létezik ez, lásd, mikroszkóp színpad, ott továbbra is ezt a hagyományt követik, hogy összefejjel a két szereplő, és ezen nevetünk. De azért ennél, én mégiscsak megkockáztatom tévé, hogy ennél egy kicsivel szofisztikáltabb, összetettebb, igényesebb humor vette át ennek a primér bohóckodásnak a helyét. Ez volt az egyik gondolatom, amin elméláztam. Jó, de figyelj, emlékszel te még a... Na mire? Már nem tudom, hogy hívták egyébként, egy nagyon neves bohóc. Magyar bohóc? Magyar bohóc. Jancsi bohóc? Nem tudom a nevét. Ugye Jancsi bohóc az van. Akinek tudod, ez volt Vitéz az egyik László. Híres száma, hogy van másik. Ja, és az mindig húzogatta. Ötvös. Ötvös Csöbi. Nem. Valami ötvös, igen. Tényleg, igen, ötvös. Hát az se volt egy nagy szám. Ezzel átkötetünk az ambivalens érzéseim másik oldalára. Az ambivalens a gyerekek kedvéért, mondd el, mit jelent? Hát, hogy gyorsan akartam mondani, találtam volna rá egy jó magyar szót. Segítsek? Segítsél. Egyszerűsítsük le arra, hogy hát vegyes érzelmeim. Hát ilyen is, meg olyan kettős is. Kettős érzelme. Hát lehet kettős is, de többszörös is lehet szerintem. Hát lehet, igen. Itt most kettősről van szó. Tehát nem elég, hogy kettős, de a kettő egymásnak ellentmondó. A másik pedig, képzeld el, Tibi, hogy visszavágtam hirtelen a gyermekkoromba. Megnéztem néhány Latabár számot, és az jutott eszembe, hogy tényleg ezt gyermekkorunkban milliószor láttuk. De tényleg ugyanazt a vicces jelenetet leadta a magyar televízió évente 15-ször. És minthogy az az egy tévécsatorna volt, amit lehetett nézni, ezért nyilvánvalóan mind a 15-ször megnéztük. És az jutott eszembe, Tibi, de erről nem biztos, hogy hosszan akarok beszélgetni. Mert egyrészt, mert most miért csináljak magamnak még annál is rosszabb kedvet, mint ami van. Másrészt, meg ez nem túl érdekes, meg úgy sincs megoldás, hogy vágyom vissza a gyermekkoromba, Tibi. És akkor elgondolkodtam, hogy vajon a gyermekkoromba vágyom vissza, vagy tényleg egy olyan világba vágyom vissza, mely világ jobb volt, mint a mostani. És én azt gondolom, hogy vagyok annyira árnyaltan gondolkodni képes felnőtt ember, hogy ki tudom vonni ebből az egészből azt, hogy gyereknek felelőtlen gyermekkorban élni az mennyivel jobb, mint egy felelős felnőtt korban. Ezt ki tudom vonni belőle, és még így is arra jutok, Tibi, hogy nekem jobban tetszett az 1974, mint a 2014. Ez érdekes. Sokkal kevesebb dolog történt, mint most. És az még hagyjál, mert oké, hogy sokkal kevesebb dolog történt, mert ez nem feltétlenül rossz dolog, hogy több dolog történik, mint annak idején. De képzeld, de nekem túl sok minden történik mostanában. Ez nekem sok. És nem viccelek. Elhiszem. Ez nekem nagyon abszolút sok. Abszolút elhiszem. És ráadásul én olyan vagyok, mert ugye neked könnyű, mert te leszarod az egészet. Igen. De én meg úgy mi? Tehát, hogy valahogy a legkisebb dolgok is felizgatnak. Tehát felzaklatnak. Minden szaros hülyeségről tudok. Lényegtelen dolgokat nem felejtek el. És lényegeseket viszont. Igen. Nem, Tibi, az te vagy, aki a feleségét nem ismerte fel a boltban, úgyhogy te csak maradjál csendben. Szóval, hogy vagy az van, hogy ez az akció per perc hányados, ez nekem már sok, vagy az van, hogy megteltem, és már többet nem tudok befogadni. Tehát visszább kéne fognom valahogy, tehát kicsit le kéne csavarni a gázlángot,
és egy sokkal alacsonyabb hőfokon égni, mint amilyen hőfokon égek. Ebben nyilván segít az öregedés. Igen. Mert hogy már nincs az a gázrózsa már kicsit el van tömődve néhány nyílás, de még ennél is visszám kéne. El kéne költöznöm vidékre, remete életet élni. Azt nem bírnád. Nem úgy, jó, nyilván nem úgy remete életet, hogy pókot eszek, meg pisát iszok. Tehát nem erre gondoltam, Tibi. De mindenképpen sokkal kevesebb információ inger kéne, hogy érjen engem, mert feszülté tesz. És ráadásul, de nem klasszikus értelemben vett feszülté tesz, tehát nem magas a vérnyomásom emiatt, hanem úgy érzem, hogy semmivel nem tudok érdemben foglalkozni. Mert minden szar egy kis picsányit kiharap bel a rendelkezésre álló mimből, kapacitásomból, ahelyett, hogy lenne három, ami érdekel, aminek odáldozom magam. Vagy kettő. Vagy egy. Tehát, hogy... Mert ugyanakkor meg ugye, és azért tárgyalhatatlan a téma, mert még magam sem. Lehet, hogy el kéne vonulnom néhány évre, és átgondolom ezt. Igen. És amikor visszajövök, akkor elmesélem, hogy vagyok. Hát figyelj, baszki, hát Buddha is évekig ült egy fa alatt. Mire megvilágosodott? Tehát ez nem úgy megy a bókfaszára, csak hogy leülünk, az nap megvan. Egy hosszú hétvége erre nem elég. Szerintem? Igen. Egy hónap elég. De egy hónapig üljek egy fa alatt csöppen. És mi lesz? Egyébként meditálnom, az lehet, hogy érdemes lenne. Már hogy elvonulni egy kicsit a világtól. Jó, ezt még átgondolom. Jó. Hogy jutottunk el idáig? Latabár Árpádtól. Latabár Árpád. Ja, hogy visszavágtam a gyermekkoromba. Amikor börtönőrt játszott. Latabár Kálmán. Milyen börtönőr? Filmben? Hát volt egy kis jelenet, már nem tudom. De filmben volt ez a jelenet, vagy egy ilyen kabarétréfa? Hát. Mert elmondom neked, Latabár Kálmán kb. 4 millió filmben szerepelt. Azt tudom. De ez inkább egy színpadi jelenet volt. Akkor az viszont a csárdás irányai volt. Tényleg, igazad van, bejött egy ilyen izével, lámpával, vagy mi? Vagy a kulcsomó volt nála. Tényleg, Tibi, azt is láttuk 100 000-szer. De szívesen élnék még abban a korban, amikor ez volt a szórakozás. És nem az van, hogy youtube.com, és akkor beírni, hogy Latabárok. Nem. Várni. Igen, emlékszem, hogy ugye amikor mi Kecskeméten éltünk, de a rokonok továbbra is Egerben éltek, és hát gyakorlatilag minden második hétvégén Kecskemétről Egerbe látogattunk, és aztán vissza. És tisztán emlékszem, hogy nagyon izgultam a hátsó ülésen, hogy hazaérünk-e, mire elkezdődik a Megré felügyelő. És annyira jó érzés volt tudni, hogy hazaérünk Kecskemétre, szépen levetkőzök, átöltözök, beülök a tévé elé, és megnézhetem a Megré felügyelőt. Ennek az érzésnek a lebutított verziója sem jelentkezik már. Nincs ilyen izgalmam. Én gyermekkoromban... Meg tudtuk becsülni azt a kevés dolgot, ami történt velünk. Én azt hajszát pontosan tudom, hogy amikor mentünk a nagymamámékhoz Szanyba nyaralni, ők meglehetősen vallásos család voltak, és ugye hát akkor nem volt divat, olyan. Mindegy, akkor ment az Ivanhoe című. Azt mondta, igen, amit Iván Hóének. Kedvenced volt, igen. És hogy az, hogy azon járt az agyam, hogy hogyan lehetne megúszni a templomba való elmenetelt, mert hogy ugye vasárnap délelőtt ugye az Iván Hóét játssza a televízió. De ez most hogyan ide? Nem, csak hogy ahogy te a Megré felügyelő... De ebben a történetben nem a Megré felügyelő volt az érdekes. Nem, tehát hogy... Hanem a kevés dolog volt, és igen. Azért viszont rajongva tehát, tudtunk az ember izgulni. Ezért rajongott, igen. De jó, de ez lehetett volna a templomba járás is. De nem az volt. De nem az lett. Vagy hogy minden kedden, azt hiszem minden kedden volt a Lolka és Bolka, az esti mese. A varázsszerúza. Ja, Isten, de szerettem a varázsszerúzát. De hát most akarnám, most megnézhetném az összes varázsszerúza részt. De már nem akarom. Nem akarom, mert egyáltalán nem érdekel. De az lenne, hogy megint az van, minden kedden este, 7 óra 15 perckor esti mese, és meglátom a főcímet, és átfut az egész minden sejtemen az a gyönyörű érzés, hogy most a varázsszerúza egy részét fogom megnézni. Jaj, de jó volt. Nagyon jó volt. Ja. Jó van. Na hát ez. Na Tibi, szünet előtt még elmondom neked a Bon Vivant megfejtését. Na! Hát Tibi, nem jártunk messze.
Tehát tudatlanul is, pusztán a formális logika szabályai szerint megfejtettük. Bon Viván egy élet... Felolvasom, te figyelj már. Jó. Ha már egyszer ugye magunkat akarom kijavítani, akkor legyünk egészen pontosak. Bon Viván. Ki a Bon Viván? Ugye? Hát ki? Semmiképpen sem Bon Viván, hanem Bon Viván. A Bon jó, azt jelenti, ezt azért megfejtettük volna magunktól is, hogyha nagyon neki veselkedünk. A Viva, Viván, az pedig az élet. Jó élet. Aha. Tehát ilyen életszerető, vidám ember a Bon Viván. A francia Bon Vivant, ból jön, a Bon jó, vivre élni, eredetileg olyan fiatal férfi, aki élvezi a jó dolgokat az életben, különösen az ételeket és az italokat. Tehát te lehetnél egy Bon Viván. Vagyok is. És vagy is. Nem összekeverendő viszont Emdebár. A magyar Bon Vivánnal, ami egy klasszikus színházi karakterszerep, az operett elengedhetetlen figurája. Magyarul a Bon Viván leginkább a Steve Tipró szerepre utal. Mi ezt a megfejtést adtuk. Zenés vígjátékok és operettek szerelmes hőse, igényes énekszólammal, a primadonna partnere. Ugorjunk rá a primadonnára. Mert az operettben, képzeld el, Tibi, ezt én nem gondoltam volna, sokra nem tartottam az operettet. Igen. De ennyire kevésre semmiképpen. Képzeld el, kicsit utána néztem. Annyira sémákból építkezik az összes klasszikus operett, hogy például minden operettben kell legyen Bon Viván, primadonna, szubrett és táncos komikus. Ez a négy alap. Ebből. Alapcölöp, amire bárki fel tud építeni egy operettet. Ehhez képest megmondom, ki a primadonna. Az operett elengedhetetlen figurája. Hát nyilván. Az opera műfajában a 19. századi olasz dalművekkel bezárólag szintén vezető szereplő volt. Ez elmúlt. Jelentése olaszul első hölgy. Primadonna. Az a vezető énekesnő a társulatban, akire a főszerepeket osztják. A primadonna hangfaja általában szoprán. Párja majdnem mindig az első tenor énekes, a primadonnák gyakran erős személyiségek, amelynek következtében az eredeti operai szóhasználat leértékelődött, és a köznapi nyelvben az önző, szeszélyes, önimádó, szerepelni vágyó, magának megkülönböztetett bánásmódot követelő és hisztérikus személyiségjelzője lett. Tibi, ki jut eszedbe erről a mondatról? Te. Nézd, mit írtam oda. Nem mondom el, mit írtam oda. Ó, valamit megkattintottam. Jó, odaírtam zárójelbe, hogy én. Ez magának megkülönböztetett bánásmódot követelő és hisztérikus személyiség. Jó van, na. De van, min van nekem? Ön kritiká. Igen. És ezért vagyok én ebből a szempontból, hogy Bon Viván a jó partner. Tényleg, te vagy a gombapresszó Bon Viványa, én meg a gombapresszó primadonnája. Így van. De szép pár vagyunk. Ugye? Ennek örülök, képzeld el. Na jó, de menjünk tovább. Mert lehetnénk, Tibi, a gombapresszó szubrettje is, táncos komikusa is. De nem vagyunk. Nem állna nekünk jól ez a két szerep. Na de Tibi, ki a szubrett? Hát a szubrett, franciául, soubrette, azaz szobalány, komorna szolgálólány. Egy női karakter szerep, mely legfőképpen az operában és az operetben népszerű. A karakter általában élénk, furfangos, hamiskás és komikus. Ellentétben áll a primadonnával, aki általában a szubrett úrnője és a Bon Viván szerelmese. A karakter a Commedia dell'arte-ból származik, fiatal, talpra esett szókimondó női szerep operettekben, pont. Ének és tánckészséget is követelő szerepkör. A revue operettben, ezt eddig nem tudtam, hogy van ilyen revue operett, hát hallottam már a szót, de nem tudtam, hogy ez egy külön műfaj. Képzeld, a revue operettben, ez valószínűleg az operettek operettje lehet. A revue operettben a szerepkör elsőrendűvé emelkedett, zárójelben szubrett primadonna. A primadonna szerepben is megköveteli a tánctudást. Ó. Komoly tudomány. Azért nem gondoltam volna, tehát, hogy... Istenem, én nem járok operettbe. Ennyire bonyolul volt az operett. Egyrészt ennyire egyszerű, másrészt, hogy ennyire szabályokat követő. Az operett egy konzervatív műfaj. Ezt kimondhatjuk. Az biztos. Ezt kimondhatjuk. Jó, mondjuk az opera is ilyen. Az opera is ilyen.
Jó. Tehát ott se, nem tudom, tehát ott is meg voltak a kötelező elemek, és az se volt sok. Ott is. Jó, de nyilván az operában, az operetben is nyilván voltak korszakok, ahol azért mégiscsak voltak különbségek. Na jó, de Tibi, most térjünk vissza az operethez is. Az utolsó kötelező szerepkörhöz, a táncos komikus. Bármilyen hülye hangzik, ez a neve a szerepkörnek, hogy táncos komikus. Az operett jellegzetes figurája a primadonna, a szubrett és a bonviván mellett. A szerepkör betöltésének feltétele a kiváló mozgáskultúra és tánctudás, a megfelelő énektudás és a komikusi véna. Ez volt Latabár Kálmán egyébként. Így van. A táncos komikus a szubrett partnere, hangfaja szinte kizárólag tenor. Tehát mi nem lehetünk táncos komikusok, mert mi baritonok vagyunk. Na ez. Na, ez. Tiszta vizet öntöttünk az operett poharába. Tartsunk egy kis szünetet, jó Tibi? Megtudtam, tartsunk. És a szünetben neked ki kell találnod valamilyen témát, amivel színesíted azt, hogy én beszélek egyfolytában. Jó. És ez nem lehet az, hogy jaj, majdnem elaludtam. Jó. Jó? Na, akkor kis zene után jövünk vissza, ne sírjatok, lányok. Forog a lemez, Tibi. Hát induljon a banzáj, kezdődjék a tánc. Induljon a banzáj. A banzáj szó sem volt ismert a 70-es években szerintem. Nem ismertük ezt a szót, hogy banzáj. Szerintem a bonanza banzáj használ. Nem, előtte is már ismertük azért a banzáj szót. A bonanza banzájnak a nevében a bonanza az mit jelentett? Mi az a bonanza? Az valami? A bonanza az ugye volt egy film, aminek a, vagy sorot, tévésorozat, aminek ez volt a tényleg. Címe, hogy én bonanza. Én arról pont lekéstem, meg később születtem egy-két évvel, de hallottam róla, hogy ez egy elképesztő sikeres sorozat az volt. Nagyon sikeres. Hát ugye az első, tán az első amerikai sorozat volt, amit a Magyar Televízió leadott. Miről szólt? Hol játszott? Bonanzában? Vagy bonanzák szerepelnek? A bonanzán. Benne? Egy bonanzán. Nem, fogalmat sincs. Valami farmon játszódott. De mitől volt bonanza? A családném, mint a Ewingok? Bonanzák? Nem. Nekem most így. Ha most fegyver szorítanak a homlokodhoz, és azt mondja, mondd meg. Mondd meg. Akkor nekem a bonanza akkor azt jelentett, hogy farm. Tehát, hogy egy vidéki... De még bokor? Nem, hát annál sokkal nagyobb. Hát a teheneket tereltek. De bonanza bokor, nincs ilyen? Bocza bokor az. Nem, komolyan nekem. Tehát vagy a bonszáj motoszkál a nyúlt agyamban. Nekem, mondom, a bonanza egyértelműen azt jelenti, hogy vidéki, ahol emberek terelgetik a teheneket, lovagolnak. Ennyire van a Ewing szó is jelentetné ezt. Nem a Ewing szó, az a sokat iszunk. A viszki. Viszki. És veszekedünk a családtagjainkkal folyamatosan. Áskálódunk. Szóval nem tudjuk, mi a bonanza. Hogy kerültünk a bonanza? Ja, banzáj. A banzáj. A banzáj meg, hogy induljon a banzáj. Tibi, őrült profik vagyunk. Egy perc, 56 másodpercet. Simán kitöltöttünk informatívan. Na, de mit akartam én mondani? Hát én nem tudom. Tehát nyilván. Mit akartam mondani? Valami volt a fejemben, amikor visszakapcsoltam a felvőt, na akkor most legyen ez. Jó, mindegy, hagyjuk. Mit írtál föl? De még arra is gondoltam, hogy nem jó cuccra van kattintva, mert nem erről akarok beszélni, tehát most hiába nézem. Csár Géza. Csár Gézáról is mesélhetek. Na, esélj egy kicsit Csár Gézáról. Csár Géza, Édes Anna, Index címlap. Nekem ez a három témám van. Jó. Most sorolt fel te a sajátjaidat. Nekem van... Van a kicsit a választásokhoz kapcsolódó. Akkor az majd legyen az Index címlap. Jó. Fejezetnél. Jó, az az utolsó. Jó. De úgy vettem észre, hogy nem vitted le a hangsúlyt, nem veszőt raktál, folytasd. De nem, tehát nem effektív a választásokról. De azt hittem, még mondasz egy másik témát ja? Nincs? Nincs. És ha egy pisztolyt a homlokod, nem a homlokod, az a halántékodhoz szorítok. Akkor még a budapesti tömegközlekedési járatok számozásáról. A gyerekek, azoknak a hallgató gyerekeknek és felnőtteknek hívnám föl a figyelmét a rádiózás csodájára, hogy nem kell sok ahhoz, hogy valaki egy rádióműsort készítsen rendszeresen, vagy podcastot. Például te a következőt taktikát választottad erre, hogy amikor érkezel a felvétel helyszínére, akkor szétnézel, és amit éppen látsz, azt mondod, amikor majd itt a felvétel helyszínén egy pisztolyt a homlokodnak szegezek. Úgyis, mint buszok,
Villamosok. Villamosra is volt szó. Igen, posta, sorbanállás. Tehát ami éppen történik veled. Tehát azt mondom, hogy nem kell túl gondolkodni. Tehát ha valaki éppen arra készülne, hogy egy nagyon sikeres podcastnak ágyaz meg, és már évek óta azon gondolkodik, hogy de miről fogunk beszélni, akkor például te ezt a javaslatod teheted nekik, semmi, nem kell gondolkodni. Amit látsz, arról beszélsz. Kicsit kínos az, hogyha egyébként egy hét alatt az ember csak buszt, villamost és postai sorbanállást lát, de ez is totálisan működőképes forma, de ez igényli azt, hogy legyen egy olyan műsorvezető társ, aki viszont másról is tud beszélni. Ez vagyok én. Igen. A primadonna. Én pedig a bondibán. Az a baj, Tibi, hogy hülye egy bombiván vagy te. Vagy pedig az van egy rádiomisorban, okafogyott a bombivánok jelenléte, mert hogy a leglényegük nem tud kibontakozni. Hiába vagy te egy hőszerelmes, és szereted az italokat, meg az ételeket. Hát ezért rádiomisorban lássuk be azért. Édes kevés. De a gasztrórovatban pont jó. A milyen? A gasztrórovatban. Azt hiszem, hogy Castro. Fidel Castro meghalt már? Már rég. Tényleg meghalt? Tényleg. Nem csak átadta az öccsének az ország irányítását? Nem, szerintem meghalt. Meghalt Fidel Castro? Szerintem meg. Szerintem el is temették. Hát figyel, ha meghalt, remélem, hogy eltemették. De nekem nem szólt elő senki. Kiment a fejemből Fidel Castro? Szerintem kiment a fejedből. Semmi olyan nem volt. Hát arra tisztán emlékszem, hogy meghalt Brezsnyev. Jó, de azért akkor mások voltak mondjuk így a média viszonyok. Ugye? Visszakanyarodhatunk. Tehát azért... A 70-es évek. Azok az áldott 70-es évek. Tehát akkor... Amikor meghalt egy nagy ország vezetője, akkor mindenki tudott róla. Igen. Olyan is, aki nem akarta. Most meg olyan hírdömping van, hogy az, hogy meghalt-e Fidel Castro, az egy teljesen érvényes kérdés. Tényleg meghalt? Én úgy tudom. Jó. Na. Nagyon meglennék lepve, ha élne egyébként. De Tibi, menjünk tovább. Ja, hogy akkor... De majd később, jó, akkor én. Melyikről szeret? Csárgézáról? Csárgézáról. Csárgézáról mennyit beszéltünk akkor, amikor csak megemlítettük Csárgézát? Mikor mondtam, hogy fogok menni a kiállításra, és majd utána beszámolom. Mondtam bármit róla? Én mondtam pár szót. Mit mondtál róla? Most a kíváncsi vagyok, mert én most már mindent tudok. Hát én mondtam azt, hogy lerötte a feleségét. Tényleg, így van, tényleg. Amiről én egyáltalán tudtam. Meg, hogy kábítószeres volt. Kábítószeres. Azt hiszem, ezt a kettőt tudtam. Ezt se tudtam. Hát figyelj, Tibi, azóta kiderült, hogy ez az ember semmiben nem alkotott nagyot. Hát figyelj, ez most egy kegyetlen mondat volt. És lehet, hogy ha ezt hallaná egy nálam kicsivel jobban hozzáértő, vagy ne adja a jóisten Csárgézát, tisztelő ember, akkor ezt kikérné magának. És például, ha egy betelefonáló élőműsor lennék, akkor most telefont ragadna, és ezt felhívna minket, és azt mondja, hogy a lófaszt. De mégiscsak azt mondja, hogy a Csárgézáról én azt mondom, hogy egy nem jó kifejezés, de mégiscsak azért megközelíti a valóságot, egy reneszánsz ember volt. Abban az értelemben, hogy többféle művészeti ágban is jeleskedett. Hát hívjuk jeleskedett. Ez vagy tevékenykedett. Hát annál több. Annál több. Annál több. Annál több. Tehát ő például sokkal gyorsabban írt, mint te. Gyorsabban is festett, mint te. Azt nem hiszem. Mondjuk, hiszem, az két óra alatt megfestettünk egy-egy monalizát. Jó, ezt visszavonom. Szóval ő a képzőművészetben nem igazán festő volt ő, azt hiszem csak egyetlen festménye van. Inkább ez az a... Rajzolgatós. Illusztrátor. Egy firkálgató ember volt. Van egészen béna rajza is például, és van baromi jó rajza is. Ezek váltogatják furcsa mód egymást. Az irodalmi működése az leginkább a naplójában merült ki. És az ő naplójának ez nem igaz, mert vannak novellái, amik állítólag, én nem tudom, nem tudhatom, mert nem olvastam. Elolvashattam volna, de nem tettem. Valami oknál fogva. Visszatudnám igazolni azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy csodálatos novellái vannak. Sőt, írt ő regényt is, azt hiszem, talán egy elmebeteg nő naplója vagy val, meg még van egy-kettő neki, egy nagyobb, ilyen nagyobb szabású írásműje, szép irodalmi írásműje, de azok sem feltétlenül az irodalmi értékük miatt lettek aztán halhatatlanok, azok lettek. Mondom én. Aztán persze a valóság ettől lehet, hogy teljesen eltérő. Nézd, elment a hangom. Ez az, de nyilván. Az utolsó negyed órában szokott elmenni a hangom. Ha volt róla egy kiállítás, akkor nyilván azért
Tehát, hogy na jó, de mindjárt mondom, Tibi. Jó. És a harmadik pedig a zene. Igen. Na most az a zenei alkotásai, hát Tibi, se nem számtalan, se nem számos. Mert a kettő furcsa mód majdnem ugyanazt jelenti, hogy sok. Neki kevés. És azon belül is, hát ő inkább, hát ezt elfelejtettem. Tehát nem volt ő egy nagy zeneszerző. Tehát nem zongorára, nem nagy zenekarra. Nagy zenekarra nem is semmit szerintem. Rengeteg kottát írt, azt tudom. De hogy kottát másolt, vagy véletlenszerűen rakott le hangfejeket, vagy mi ez hang, milyen fejek azok? Nem fejek, hangjegyeket? Hangjegy. De valami fej, kotta fej. Hát van olyan is. Kott. De nem az van az elején a sornak. Ne. Tehát, hogy nem tudom én, van az a... Nem. Hurok valami, nem tudom mi. Na mindegy. De például ilyeneket csinált, ami szerintem ez szép. De semmiképpen sem mondanám azt, hogy hozzátette az egyetemes komoly zenéhez. És ezt ugyanúgy grafikai teljesítménynek szánta. Olyannyira, Tibi, képzeld el. Most ezt elárul neked. Ezt még a megbízóim se tudják. Nézd már! Az a baj, hogy ha elmegy a hangom, akkor már nem jön vissza. Mert csak én beszélek. Szóval, hogy annyira grafikainak gondolom én, hogy, milyen, hogy mennyire egyre jár az agyunk. Például csinált ilyet, hogy megzenésítette különböző neveket. Tehát például a saját nevét is. Őnek az eredeti neve Brenner József. Ezt tudtad? Ezt tudtam. Én... Például a Brenner József, az, hogy Brenner József, azt is megzenésítette. Tehát van egy ilyen nagyon pici kis kotta darab, oda van írva a saját kézírása, hogy Brenner József, alá pedig a zenemű. De van Karinthy Frigyes, azt akarod, elküldöm neked. De te, mint Karinthy Frigyes nagy tisztelője és rajongója. Vagy lejátszom. Vagy lejátszhatod. Nem bonyolult, egy szólamú. Vagy eléneklen. És például, nem, ezt nem árulom el. Mindegy, ezt nem árulom el. Nem. Na, árult már el. Ellopják. Majd adás után elárulom. Jó. Szóljál majd. Oké. Na és, de visszatérve. Tehát a kiállítás is, a kiállítás maga nem nagy. Tehát aki azt gondolja, hogy nem megyek el megnézni a Csárd Géza kiállítást, mert hogy nyilván nincs egy egész napom arra, hogy én a témferegjek a termek között, ez egy órás körülbelül. Ha sietve csinálja az ember, akkor egy órát, szerintem nem, egy órát be lehet fogadni. A kiállítás maga is jelentős része nem az ő alkotásairól szól. Vannak kirakva kottái, meg van rajzai kirakva, de leginkább az ő elmeháborodott korszakáról szól, és az életének az utolsó korszakáról. Mert ez a kettő egyébként súlyosan összefügg. Tehát rengeteg olyan napló bejegyzése van, melyet már megbomlott elmével írt. Van egy egész szoba, ami egy ilyen elmeorvosi rendelőnek van berendezve. Mert hogy ő egyébként az is, tehát ő végzett elmeorvos. Ő jelentkezett a zeneakadémiára, nem vették föl, ezért elment orvosnak. Így lett ő orvos, elmeorvos. És aztán ő az opium? Hát opiátok. Nem opium, hanem mi volt ő? Mibe utazott ő? Nem opium. Kokain? Kokain? Hát az akkor divatos volt, de amit én olvastam, az egyébként számomra ismeretlen típusú. Nem ismeretlen volt. És nem is kokain, és nem is opium, mindegy. De hogy nem, akkoriban mindenki azt szedte, mondjad be. Jó, nem tudom, nem üt eszembe. Képzetlenek vagyunk Tibi kábítószerben. Na hát, most szégyen ide, szégyen oda, ez van. És kifejezetten... Morfium. Morfium, persze, morfium. Hiszen ott a tárlatvezető hölgy egy nagyon kedves, nagyon képzett, nagyon jól beszélő színházi, nem színházi, hanem múzeumi alkalmazott. Színházi pedagógus, nem, múzeumi pedagógusnak hívják, azt hiszem. Na mindegy. Ő tartott egy tárlatvezetést, melyben én is részt vettem, mármint hallgató. És ő is mesélt erről, és ott is elhangzott, hogy morfium, de hogy aki ezt nem tudná, például ugye heroin is ebből van. Jót mondtam most? Igen, abból van, persze. Na, nem. De abból van. Nem, a morfium az ugye nyugtató. Jó, ebben most nem menjünk bele. Nem. Ebben most nem menjünk bele. De nem tudom, nem ismerem a kábítószereket. Mi azt se tudjuk, miről beszélünk. Most ha nem látták a hallgatók, mindenketten felemeltük megadóan mindkét kezünket.
Hol tartottam? Ja igen, az egyik szoba egy ilyen elmekortani intézetnek van berendezve. Egyrészt utalva az ő foglalkozására, másrészt pedig megbalomult elmeállapotára. Na és, igen, kizárt tudományos kísérletező céllal kezdte elszedni azt a bizonyos kábítószert, melynek később, hát nem is olyan sokára, hát rabja lett. És egyszerűen nem tudott szabadulni tőle, mind általában a kábítószerek többségétől nehéz szabadulni, hogyha az ember egyszer kipróbálja. Ezért itt diszklémert teszek egy zárójelben, hogy senki, se felnőtt, se gyerek, nem kell kipróbálni. Nem. Nincs ilyen kényszer gyerekek, nincs az, hogy hát azért mindent ki kell próbálni, mert akkor nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Nem kell kipróbálni. Egyetértünk ebben? Abszolút. Kurvára egyetértünk ebben, nem kell kipróbálni. Vannak dolgok, amiket ki kell próbálni. És vannak, amiket nem. Vannak, amiket nem kell kipróbálni. Ezek azok, amiket nem kell kipróbálni. Mert látjátok, és ez csak az egyik, a sok példa közül, ez lesz a vége. Elmondom, mi lett a vége, Tibi. Bezárták őt, elmegy gyógyintézetbe, ahonnan megszökött. Megszökött, és hát ez való vidéken volt, és feltett szándéka volt, hogy Budapestre gyalogol. És nem, ez utána volt. Ó, te várjál már, összekeverem a dolgokat. Nem az, hogy megszökött, és akkor elkapták? Nem. Valami román nem. Katonák? Nem, az van utána volt. Megszökött az elme gyógyintézetben, hazament, a feleségével, kinek a neve nem teszem be pedig. Valamilyen Jolán. Igen, mindegy. Valami gomba, nem gomba, de valami hasonló. Gomba Jolán, hívjuk Gomba Jolánnak. Iratott egy papírt. Még ki van állítva a kiállításon. Kétszer voltam a kiállításon, amikor először voltam, ezt nem vettem észre, mert nem ittem szemüveget. Akkor fél órát végeztem a kiállítással. Másodjára, amikor elmentem szemüveggel, akkor sokkal több dolog. Több információ jutott el. Sokkal, figyelj, olyan, mint egy másik kiállításra érkeztem volna. És akkor vettem észre például ezt a papírost. A feleségevel leíratta egy papír azt, hogy saját elhatározásomból leszek öngyilkos. És aláíratta vele. Ilyenek vannak kiállítva. Meg megrázó. Tehát mielőtt lelőtte, egy ilyen papírt iratott vele. És aztán megpróbálta magát is lelőni, de nem sikerült. És akkor elvitték kórházba. Abból a kórházból szökött meg. És akkor volt az, hogy visszagyalogol Budapestre. És akkor valamelyik határnál, nem tudom hol, nem tudom, honnan gyalogolt, hogy egy határba érkezett mindegy. Nem, mert szerintem akkor volt az, amikor a románok a Tiszáig nyomultak előre. Igazad van. Igen, igen, igen. És ezért. És megállították, de talán szerbek. Mindegy. És nem akarták, hogy bántani vagy megölni, de akkor már az előre magához készített valamilyen gyógyszerből, amiből tudta, hogy ez az adag halálos, az gyorsan bevette, és akkor meghalt. Így halt meg ő. De akkor már teljesen bomlott állapotban volt az elméje. Tehát például, amikor a gyereke született, Gomba Jolántól, akkor például évekig olyan kényszer, paranoiás kényszer képzetek gyötörték, hogy ez nem az ő gyereke. És akkor ez is ki van állítva, ahogy például lerajzolta a gyerekének a tenyerét, meg a saját tenyerét, és akkor azt vizsgálta, hogy mennyi az egyezőség, különbözőség, és ezzel kergette az őrületbe. Saját magát, és feleségét is. És a gyerekével? Arra nem tudok. Nem tudsz. Nem halt meg. Mert hogy nem. De ezt most már én nem tudnám pontos. El kéne menni harmadszor is. Jobb szemüveggel. Hát meg képzeld el, amikor másodjára mentem, én már szemüveggel, akkor vittem a szemüvegemet, és képzeld el, hogy mikor útközben voltam, a zsebemben volt a szemüveg. És kivettem, nem tudom miért. Valamit el akartam olvasni. Szerintem egy boltba bementem, és ott el kellett volna olvasni valamit. És gondolom, hát baszki, itt van a zsebemben a szemüvegem, nézd, már előveszem, azt nem kell pancsalkodnom, mint ahogy szoktam. Kivettem, és akkor láttam, hogy eltört. És ráadásul most már nem a szára tört el, hanem a lencsét befoglaló ovális, és kiesett a lencse. Gyorsan bementem egy boltba, mert két út előtt álltam. Az egyik, hazamegyek. Mi a bánatnak menjek be még egyszer ugyanarra a kiállításra, ugyanúgy szemüveg nélkül, ez már megvolt. Gondolom, jó, nem fogok most hazamenni, már ott voltam 200 méterre a múzeumtól. Bementem egy Rossmann üzletbe, vettem pillanatragasztót. Pillanatragasztóval megragasztottam, tehát nagyon szépen, tényleg, nagyon sokáig összeszorítva tartottam. Ezt úgy kell. Bármennyire is pillanatragasztó, megtapasztaltam már, hogy az nem úgy van, hogy az egy pillanat alatt összeragaszt, főleg egy egyébként szétnyílni kívánkozó műanyag alkatrészt. Megragadt, tök jó volt. Hát ez baromi jó. Fölvettem, és akkor vettem észre, hogy a ragasztós kezemmel végig fogdostam a lencsét. Így aztán totálisan használhatatlan volt a fele, úgyhogy a kiállításnak így is csak a felét láttam. Mert nem láttad 3D-ben a kiállítást? Nem láttam térben, csak síkban,
és csak a bal szememmel láttam. Hát így. Hát ez szép. Kezdőszemüveges vagyok még mindig. Pedig meg kéne barátkoznod. Most már meg kéne. Már gondolattal. Na, de inkább Csáv Géza. Még akar, kérdés felett formájában is feldolgozhatjuk. Nem azt mondom, hogy ennél nincsen több Csáv Gézában, mert el kéne olvasni. Ha tényleg érdekelne, akkor el kéne olvastam azért egy hogy kerültél a Nyugathoz? Ahova? A Nyugathoz. Én hogy kerültem a Nyugathoz? Nem, Csáv Géza. Csáv Géza alapítója volt, drága barátom, és egész kivel, életében. Kivel smúzolt össze annyira? Hát én nem tudom, nem lehetséges, hogy Kosztolányi Dezső, mint unokatestvér, az jó belépő volt neki? Lehet. Azt tudtad, hogy Kosztolányi Dezső viszont kokainista volt? Azt tudtam, igen. Hiszen erről írt verset is. Hát nem egészen így van, én utána olvastam, mert például mind a mai napig nem lehet tudni egészen pontosan, hogy kokain vagy valami más volt. Mert bár az egyik versében egy sorban szerepel, hogy nem tudom, hagyjátok a kokainistát, vagy valami ilyesmi van. De azért ez nem egyértelmű bizonyíték annak, hogy ő is ezt használta. És a felesége életrajzi könyvébe, vagy nem, valamiben szerepel, de ott sincs megemlítve az, hogy melyik kábítószer. Egészen pontosan, amivel élt. De én ezt nem tudtam, hogy ő is az volt. Hát most már lassan mindenkire kiderült, Tibi. Karinti? Ő nem volt semmi. Karinti nem, ő ívott. Ja. Leginkább. Az nem számít. Az a minimum. Ott ez volt az elvárás. Na szóval Csáv Géza így. Egyébként egy végtelen jóképű srác volt, fiatal ember volt, olyan sokáig, aztán meghízott nagyon, de írtózatosan meghízott. De olyan fényképek vannak itt róla, hogy nem mondanád meg, hogy ugyanazt az embert ábrázolja. Egy nagyon szomorú élet. Íve rajzolódik ki ezáltal. Jó, igen, mondjuk tehát Csáv Gézáról sose gondoltam, hogy az ő élettörténet egy vidám történet lett volna. Valami ezért megragad bennem, hogy tehát, hogy ez rendkívül. Elhangzott egy ilyen szomorkás élet. Mondatott, amikor hallgattam a tárlatvezetést, az a Vaksi volt. Az nekem jó, milyen jól jött? Nagyon jól jött, hogy valaki mesélt, mert csak ilyen homályos voltagát láttam. Jó, nem, de olvasni nem tudtam. És ő mondta ezt, hogy Budapesten egyetlen egy helyen van Csáv Gézának bármilyen emlékhelye, tehát szobor, vagy dombormű, vagy tábla, és az is a valamelyik elmekortani intézetnek a kertjében. Tehát nincs Csáv Gézának nincs semmiféle nyilvános közterületen szobra, vagy megemlékezője. És ezt olyan felháborítónak éreztem, amikor ezt ugye először hallottam. A lány sem minősítette ott közben, csak mondta, mit érdekesség, de aztán utána gondoltam, hogy de miért is kéne? Tehát hogy? Hogy miért? Tehát miért kéne feltétlenül emlékeznünk rá? És akkor innentől kezdve meg már nem is annyira nagyon értem, hogy miért kellett egy kiállítást csinálni Csáv Gézának. Jó, hát végig is jó, hát csináljunk. De azt szerintem a halálának a századik. Hát igen. De szerintem ennél több nem volt benne. Na jó, de Tibi, az én halálom, ha 100. évfordulóra erre lesz kiállítás? Hát nem lesz. Meg. Hát akkor nem kiállítás tudom. Csak. Hát nem tudom meg. Megígéred, hogy rendezel? Megígéred. Jó van, köszönöm szépen. Na, rendes vagy. Egyébként szerintem nem a halál. De a halál? De a halál, 19-ben halt. Akkor már meghalt. 19. Mi a Nyugat mikor indult, Tibi? 12. Hát akkor nem sokáig volt. Valami ilyesmi. Így emlékszem. Hát jó, hát biztos, hogy a háború előtt. Hát Ignotus biztos, hogy a háború előtt. Na, aztán még elmondok egy érdekességet, mert azt még talán úgy, talán még akik Csáv Gézáról úgy tudnak ezt-azt, azok úgy tudják ezt az információt, hogy amikor ő meghalt, akkor az ő végrendeletének vagy kérésének megfelelve máját, szívét és agyát felszállították Budapestre mint valamelyik ilyen kórházba. Egy ismerős orvoshoz, aki és azért, hogy tanulmányozhassa, és ebből levonhasson messze menő következtetéseket. Na most az van ezzel, ehhez képest, hogy mire felért, addig a mája meg a szíve eltűnt, az agya meg felbomlott. Úgyhogy az agyát... Jó, mondjuk abban az időszakban azt gondolom, hogy ezt hát mondjuk úgy, hogy megérthető. Az agyát azt az irodája ablaka alá temették el abba az intézetbe, ahol ő mint elmeorvos dolgozott. Ezt meg is látogathatnánk. Hát értem, érdekes, oda van eltemetve, Csáv Géza agya. Hát agyának maradványa. Hát már az sincs. Hát már az sincs, igen. Az azért gyorsan felbomlik. Azt gondolom, igen. Na jó, de abból nőtt ki ott valami. Amiből nem eszünk. De lehet, hogy egy szép virág. Na ez a Csáv Géza. Tibi, ahogy tudtánk szépen elválasztani az édesannától a Csáv Géza beszámolómat, hogy te közben mondasz valamit. Jó. Legyen így. De mi lenne az? Hát nem is tudom. A buszok számozása? A buszok számozása, nem. Már nem olyan jó téma? Nem, akkor se volt.
Leginkább azért, mert hogy, tehát, hogy nincs benne rendszer. Akkor valóban ezzel ne töltsünk el sok időt. Tehát azért addig izgalmas volt, amíg próbáltam benne rendszer találni, de aztán... Nem találtam. Ennyi. Nem az, hogy nem találtam, de még csak utalást sem találtam rá, jó. Hogy, jó. Hogy most ez hogy. Tehát, akkor hagyjuk. Szerintem ezt hagyjuk. Van-e helyette valami más? Nem, hát amit mondod. Nagyon rövid is, jó. A választások. Ó, nem, ugye az vannak. A legutolsó. Ja, az a legutolsó. Várjál, megnézem a telefonomat. De ne nézd meg a telefonod. Nem szeretem, amikor adásban nézed a telefonodat. Jó, akkor nem nézem. Ne nézd meg a telefonod. Ha nincs a fejedben semmi, akkor nincs semmi. Akkor jöjjön édes Anna. Igen? Aha. Végülis az irodalmi szekciónak jó. A műveltségi blokk. Igen. Hogy műveltek is lehetnénk, hogyha egy másik életet éltünk volna. Kérlek szépen, az édes Anna az most azért lett aktuális, mert az Örkény István Színház műsorára tűzi a stúdióteremben, ami azt jelenti, hogy azt hiszem, tehát 50-en férünk be. Tehát nagyon pici. Egy intim hely. Egy intim helyszín. De most előreugrottam. Na mindegy. Szóval, és én voltam ennek a nyilvános próbáján. Sikerült bekönyörögnem magam. És feltették a kérdést. Annyi mindenről tudnék beszélni most, Tibi, de nem akarok mindenről beszélni, mert hogy meg fogom nézni majd nyilván az előadást magát is, és akkor lehet, hogy akkor az előadásról inkább akkor kéne beszélni, nem most, amikor látom az egyik jelenetet ötször elpróbálva. De mindenképpen szeretném elmondani nektek azt, hogy ha készültök megnézni ezt a darabot, sőt, ha bármilyen darabot szeretnétek megnézni, az Örkény István Színház nem kis terem ez, hanem stúdió, azt nem stúdiónak hívják, mindenképp készüljetek arra, hogy nagyon közel lesztek a színészekhez. Ez az olyan típusú embereknek, akik nem szeretnek közel lenni a színészekhez, hanem szeretik elválasztva érezni magukat a színdarabtól, ez bizony kihívásokat fog jelenteni. Következő történt velem. Jöttek, mentek a színészek. Elég sok mozgással jár ennek a darabnak, legalábbis ez a jelenete, amit éppen próbáltak. Az egyik szereplő, úgyis mint címszereplő, édes Anna, Zsigmond Emőke, kire emlékez vissza, ő volt az, aki miatt fej nélkül távoztak a Madács térről az odalátogatók az Örkény kertben, mert leénekelte a fejüket. Ő alakítja édes Annát. Itt egy zárójeles megjegyzés, nagyon halkan, Tibi. És nagyon remélem, hogy a színház egyik alkalmazottja sem hallja. Vagy ha hallja, nem adja tovább. De Emőkétől már most bocsánatot kérek, hogyha eljut a fülébe. Szerintem ő még nem kész színésznő. Szerintem ő még alakuló félben van. De ez életkorát nézve, tekintve nagyon is megbocsátható, hiszen egy nagyon fiatal lányról van szó. Szerintem frissen végzett a főiskolán vagy egyetemen. És én azt vettem észre, elég sok darabban játszik, hogy elég olyan egyformácska az alakítása. Tehát akár ezt játsza, akár azt játsza, jó, egyébként hasonló szerepeket is osztanak rá. Tehát ez a törékeny, naív ahhoz képest leüldöltötte a... Hát mondjuk, az mondjuk egy elég ellentmondás azért. Tehát én azért azt gondolom, hogy ha ő egy kicsit jobban megérik, vagy a színház szereposztói bátrabbak lesznek, és egyszer kap egy olyan szerepet majd, ahol, hát nem azt mondom, hogy kiérezheti a hangját, de hogy egy kicsivel tehát más színeket is meg tudna mutatni, akkor lehet, hogy kiderül, hogy ő nem egy síkú. De én azt gondolom, hogy az eszközeket tekintve én azt gondolom, hogy egy kicsit korlátos. De mely szerepekre ő egyébként adottságainál és jelenlegi képzettségénél fogva alkalmas, na azok közül szerintem a legneki valóbb az az édes Anna. Nem tudom, mennyire van előtted a történet. Miről szól? Ki édes Anna? Hát egy... Eleve az édes az nem egy jelző, hanem a vezeték neve. Egy cseléd. Egy cseléd, így van, egy cseléd. Egy vidéki kislány, egy vidéki naív, a szerelemben, az őszinteségben, a munkában, az odaadásban végletekig hívő, egyszerű vidéki kislány. Erre Zsigmond Emőke tökéletesen alkalmas ennek a megformálására. Ki játszotta a legendás Fábri Zoltán filmben édes Annát? Törőcsik Mari. Gyakorlatilag Zsigmond Emőke, nem azt mondom, hogy kiköpött fiatal Törőcsik Mari, de én azt mondom, hogy nem, nehéz nem észrevenni a hasonlóságot. Mert hogy megnéztem a filmet tegnap. Megnézted? Megnéztem. Tudom, hogy néztem már régen, de nem emlékeztem. Arra sem emlékeztem, hogy Fábri Zoltán rendezte. Egyáltalán nem emlékeztem. Nagyon jó a film. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Most én tudom, hogy elkanyarodtam a színházi próbától. Mindenkinek nagyon ajánlani tudom. De hát Fábri Zoltántól mit várna az ember, ha nem egy ragyogó filmet és ragyogó alakításokat? Tibi, hát ilyenek szerepelnek benne, hogy Törőcsik Mari, Mezei Ilona,
Mezei Ilonáról, nem tudom neked, milyen képélete fejedben Mezei Ilonáról. Mezei Ilonáról, képzelne, bennem azért, gyermekkoromban láttam nyilván igen. utoljára, a tévében, hogy ő egy ilyen Honti Hanna-szerű. Tehát ilyen nagy gesztusokkal beszél, már-már ilyen, mint egy operett, csak prózában. Nem, mint Honti Hanna. Az is hogy beszélt a színpadon? Mezei Mária? Azt mondtam? Mezei Ilonát mondtál. De szerintem Mezei Mária. De, hát gyanús, igen. De szerintem. Mezei az biztos, mert ezen elméláztam. Hogy egy színésznő, ráadásul egy ilyen mert hatalmas... Medvecki Ilona? Egy ilyen hatalmas színésznő, miért nem cserélte el a nevét? Mert a Mezei mit jelent? Hát, hogy egyszerű. Hát, van semmilyen. A Mezei. És ő ezzel a névvel is tudott lenni egy hatalmas színésznő. Képzeld el, hogy olyan tökéletesen játszik a filmben, hát, hogy majdnem elzokogtam magam. Ő a feleség. Hát ő a vagy hát az a ház úrnője. Az úrnő, igen. Viziné. Nagyon. Hát akkor mint Maklári Zoltán, Gobbi Hilda. Tibi, ez a film 1950-valányban készült, Gobbi Hilda öreg. Gobbi Hilda olyan öreg. Ezt mondtam Mánzor. Igen. Gobbi Hilda. Gobbi Hilda öreg. Öregen született. Valaki egyszer küldjön már nekem egy mozgóképet, vagy legalább egy állóképet arról, hogy Gobbi Hilda 14 éves korában. Gyerekek, ugyanez lesz a feje. Na mindegy, mellékszerepet játsza, nagyon 20. cseréret játsza, de arra is tökéletes. De ez jellemzi a szereposztás, hogy Gobbi Hilda egy 16. cseléd. Nagyon szép film. Én Fábri Zoltán összes filmjét imádom, ez sem okos csalódást azoknak, akik szeretik az 5. pecsétet, és a többi filmjét. Na, visszakanyarodva az előadáshoz. Igen. Hát ez egy ilyen kamaradarab, Tibi. Azt hiszem 5 színész játsza. Úgyis, mint Znamenák István, itt te nyilván csak a Megáll az időből ismerhetsz. Babó se. Jó, hát. De abból ismered. Úgy de kurva nehéz veled. Zsigmond Demőke, Füranikó, Ebres Attila a gyönyörű szép hangjával, meg imádom egyébként is, mint színészt is, és az új színészkinek most nem jut eszembe neve, mindig az jut eszembe, hogy Baksasós László, de nem, de ilyen hármas neve van neki is. Szégyellem, még nem tanultam meg a nevét, ő az új tag a társulatban. Miatta nem tudok például most fali naptárt csinálni, mert hogy 25 színész lett, és 2x12 az pont jó lett volna. Így most 25-en vannak, nem tudok csinálni fali naptárt. Kész. Olyan nincs, hogy decemberben 3-an vannak. Jó, majd valahogy megoldom. Na és a másik meg, amit még erről az előadásról már most lehet tudni, az, hogy milyen lesz az előadás, azt nem lehet tudni. De azt igen, hogy kérlek szépen, Tibi, hát most én nem akarod neked nagyot hazudni, mert tudod, nem vagyok az a hazudós, de szerintem a rendező 13 éves. A dramaturg 8. Két nagyon pici gyerek. Hát jó, nyilván 20 évesek, de ez te voltál? A hasam. Jézusom, mi? Ígérd meg, hogy nem halsz meg. Nem. Jó. Jó vagyok. Te olyan bántóan fiatalok, még nem kérdeztem meg senkitől a színházban, de meg fogom kérdezni. Kinek a gyerekei? Nem, kik ezek az emberek? Tehát kik ezek az emberek? Egy lány a rendezős, az ő nevét sem tudom, szégyellem, de legközelebb, amikor már megvagyok az előadással, meg volt a premier, akkor utána beszámolok róla, ha beférek. A dramaturg egy srác, egy ilyen szemüveges, ilyen tudálékos, okoskodó kisrác, de komolyan, mint a 8. lenne. Akkor van még egy nagyon fiatal lány, ő nem is tudom kicsoda, de olyan, mintha egy ilyen kis gimnáziumi osztálytársaság rendezné. És a színészek nagyon nagy alázattal, abszolút partnerként kezelve ezt a rendező dramaturg párost, hibátlanul együttműködve, nagy lelkesedéssel próbálják a darabot. Októberben lesz a bemutató, október elején. De addigra végeznek. És nagyon érdekes volt látni magát a folyamatot. Nem, ez sokkal érdekesebb szerintem. Hát azt nem tudom, az előadás is remélem, hogy biztos érdekes lesz. Főleg így, hogy láttam már például, hogy próbálják. Tehát például másodpercre pontosan a koreográfiát meg kell alkotni. Tehát például van 3 ajtó, ahonnan a 3 ajtóból egyszerre kell belépni a 3 férfi szereplőnek. És akkor például azt meg kellett beszélni, hogy akkor 3-ajuk közül ki hogy fogja jelezni a másik kettőnek, hogy most induljunk el, hogy ki lesz takarásban, kit nem látnak a nézők. Ilyenekből áll össze egy színház. Ilyenekből is. De például volt, akit nem Baksasós Lászlónak hívnak. Neki azt mondta a rendező lány, az alsótagozatos, hogy jó, ez itt tényleg jó, de hogy ne olyan attitűdből beszéljen, hanem annak pont az ellenkezőjéből. És képzel, megcsinálta. De most ezt nem, ne gúnyolódj. Csak annyit mondott, hogy jó, értem. És megcsinálta.
Ezzel megpróbáltam a magam sútamódján rávilágítani arra, hogy a színészet egy mesterség? Egyrészt, hogy mesterség, másrészt pedig, hogy milyen gyönyörű egy alkotási folyamat akkor, amikor csupa olyan ember vesz ebben részt, egyrészt, aki ért ahhoz, amit az ő része, másrészt pedig, hogy együtt tudnak dolgozni, és félszavakból is megértik egymást. De nagyon jó. Zsigmond Eműke természetesen énekelni. Spoilerezni fogok most. Jó. Egy abba számot ad elő. Magyarul. Gyönyörű. Az SOS-t. Tudod melyik az? Ilyen nagyon lassított változatban, magyar szöveggel, gyönyörűen. Meg kell szakadni a szívnek. Na jó, ennyit spoilereztem. Ennél többet nem is tudnék mondani. Hát ez szép. Az Édes Annát, mint művet, nem tudom még hova tenni. Egyrészt nem tudom, hogy miért kellett most ezt elővenni. Hol itt az aktualitás? Egyáltalán kell-e aktualitás ahhoz, hogy egy színdarab előkerüljön? Mondjuk egyrészt ez nem színdarab, de mindegy. Másrészt meg, hogy magát a művet sem értem. Én nem vagyok egy nagy Kosztolányi szakértő. Hát, lehet, hogy az lennék, ha elég sok Kosztolányi művet ismernék. Nem pontosan tudom, hogy ez a mű miről szól. Tehát én tudom, miről szól, főleg, hogy egy napja néztem meg, de nem pontosan értem, hogy Kosztolányi Dezső miért érezte azt, hogy ezt a történetet, és így ebbe a korba ágyazva kell elmesélnie. Hogy ez a kettő hogy erős, tudod, mikor játszódik? Ez amikor a Tanácsköztársaságot leverik. Hát az a regénynek igen. A kezdő mondata, hogy Kumbéla repülő menekül. Valami is még igen. Egyébként, amikor beültünk a próbára, a dramaturg srác, mondom, hogy ilyen okoskodó volt, fontoskodó okoskodók is. Tudod, minden osztályban voltak ilyen szemüveges okoskodók, de ő is az. És akkor ki felállt, és akkor mondta, hogy hát mielőtt elkezdjük, hogy ő szeretne kérdezni tőlünk valamit, hogy ki tudja, hogy hogy ér véget a mű. Nyilván, hogy jelentkezzen. Nyilván tudtam, hogy hogy ér véget, de azért sem jelentkeztem. És aztán megkérdezte is, hogy tudjuk-e, hogy mi az első mondat. Majdnem bekiabáltam, hogy tudom. Én csak azért tudtam, mert a múltkori adás, amikor készültem, akkor ez is elém került. Jó, és akkor be is ugrott, hogy ezt én már egyszer tudtam az életemben, csak elfelejtettem. De nem tettem fel a kezemet akkor se. Engem ne tornáztasson már egy alsó tagozatos. Isten szerelmére. Azért, mert az a neve, hogy dramaturg. Dramaturg, érted? Dramaturg. Egy ekkora gyerek, mutatom, egy arasznyi. Utána fog nézni ki. Jó. Na jó van, Tibi. Mert hogy Kosztolányi ugye nem izéből írta? Kicsit ilyen megbánásból. Mit bánt meg? Hát, hogy ő szerintem tagja volt valami. Hogy viszonyult a Tanácsköztársasághoz? Hát szerintem valami direktóriumnak a tagja volt. Igen? Én úgy tudom. És van erre valami... történelmi magyarázat? Nem, Tibi, van ennek valami nyoma, hogy ő ezt később megbánta? Feltéve, hogy valóban volt ő a Tanácsköztársaságban. Hát, ugye ott azért sokan... Sokan bánták meg. Sokan csináltak úgy, hogy megbánták. Egyébként a film azon része, ami nem Édes Anna személyes történetéről szól, az erről szól, igen. Hogy most elvtársnak hívjuk, nem? Tehát, hogy most akkor... Ezért, hogy mégiscsak elvárják, hogy megbánjuk. Nem lehet, Tibi, hogy ez mégiscsak ink... Azt nem gondolom, hogy a Tanácsköztársaságnak állít emléket. Azt azért nem gondolnám. De azt hogy, én sem. De hogy, mert a Tanácsköztársaságról talán mi is beszéltünk róla egyszer, de mindenképpen, mert most volt évfordulója, ugye? Most, ja. És nagyon sokan elmondták, hogy tehát végülis tehát nagyon sok olyan pozitív eszmét hozott, amit aztán gyakorlatban is fordítottak, amit aztán elsöpörtek a földszínéről, amikor ugye megjelent utána a nagyszerű vezérünk, mondjad már. Horthy Miklós. Tehát például ilyen volt a humanizmus. Tehát az, hogy, és ez el is hangzik az egyik szereplőnek a szájából, aki miután ugye, hát most nem fogom ezt spoilerezni, mert remélem mindenki tudja, hogy mi az Istenről szól az Édes Anna, tehát a végén megöli az úrat, meg az úrnőt. Igen. Látszólagok nélkül. De ezt miért mondom el? Ja, igen. Ja, igen, és akkor utána az összegyűlt tömeg ott próbálja kitalálni, hogy mégis miért történt ez. És akkor ez az ember, aki egyébként fölöttük lakik orvos, ő mondja ezt, hogy gonoszul bántak vele, nem tisztelték, nem szerették, nem tudom, és akkor egy újságíró neki szegezi a kérdést, aki ott van a tömegben, hogy maga nem volt valami a kommuna idején? És mondja, hogy kikérem magamnak, én csak humanista vagyok. Ezt mondja. Na jó, szóval, hogy, és akkor szerintem ez a kettősség talán, tehát Édes Annának a tragédiája,
végül is azzal van párhuzamba téve, vagy beágyazva abba a közegbe, hogy volt egy korszak, ami hát bárminnyel is véres és kegyetlen is volt, de mégiscsak valamiféle emberséget is hozott, és utána ez gyakorlatilag nyomtalanul tűnt el egyik napról a másikra a Horthy rendszerrel. Ez így van, nem? Ez nagyjából igen. Hogyha visszatértek az urak, az uraságok, igen. A cselédség, a megalázottság, az egymás fölé alárendeltség. Szerintem inkább erről szól. És akkor ez egy nagyon szép egyéni történetben kibontva. Tibi, nekem ez a magyarázatom. Ez a magyarázat? Egy hármast szerintem kapnék rá. Én adnék neked egy 4 alát is. Nagyon szépen köszönöm. De úgy, ahogy én erre nem kapnék 4 alát, úgy te nem lennél soha irodalomtanár, aki nekem adhatna 4 alát. Hát, mondjuk lehetnék. Egy szép világban. Ugye nem, most tanárhiány van. Ez én igaz. Azt gondolom, ez igaz, hogyha most azt mondanám, hogy elmegyek. Kell még ahhoz diploma? Ja, mert hogy én nem mérnököket szeretnék, meg grafikusokat tanítani. Én felső tagozatban szeretnék tanítani matematikát. Na, én meg irodalom történelem. Tibi. Ének. És testnevelés. És testnevelés. Az mint harmadik. Hát az csak kiegészítő. Tehát az egy kis mozgás kell. Egy kis mozgás nekünk is kell. Na jó, figyelj, az édesanyáról nem akarok mondani. Jó. De még tudnék, mert több mindent is feljegyzeteltem, de erre úgyis vissza fogok térni, amikor megnéztem a művet. Nyilván. Ajánlom még a figyelmetekbe, viszont az édesanyja előtt lesz még egy bemutató az Örkény István Színházban, aminek az a címe, hogy a Kertész utcai Shakespeare mosó. Hát már ugye a cím is milyen rejtélyes, ez sem spoilerezés, hiszen ha bárki meglátogatja az örkényszínház.hu oldalt, ott meglátja a leírásban, hát ez Shakespeare-nek a Rómeó és Júlia története, én azt gondolom, hogy érdekes felfogásban. Nem árulok el többet, oda van írva a rendező is, érdemes utána nézni, ki rendezte, és ez a rendező egyébként hol miket rendez még. És hol nem rendez semmit. Jó. Kicsit progresszívnek érzem az Örkény István Színháznak ezt az évadát. Legyen nekem igazam. Ma el is kéne mennem jegyet venni. Valamint, hogyha már mindenképpen ellátogattatok az Örkény Színház honlapjára, akkor nézzétek meg kint van mindenki által elolvasható az első betűtől az utolsóig, Mácsai Pál igazgatói pályázata, melyet beadott, és várjuk az eredményt. Izgatotta. Én már elolvastam, szép mű. Nincsenek benne fölösleges mondatok. És fölösleges túlburjánzó jelzőszerkezetek sem. Nagyon szikár, bölcs, okos, előremutató pályázat, de hát olvassátok el, és döntsétek el ti magatok, hogy szavaznátok-e Mácsai Pálra. Azt nem tudom, lehet. Azt nem tudom, hogy más indult-e. Ezt nem is tudom tényleg. Majd megkérdezem. Tibi, akarod-e, hogy még beszélgessünk az Index címlap rovatról, vagy zárjuk be a mókát mára? Mit gondolsz erről? Még szerintem egy rövid Index címlap. De egy nagyon pici zene legyen előtte? Lehet előtte. Legyen? Kis zene. Jó, pihenjünk, és akkor addig iszok egy kis... Milyen tám van nekem? Csipkebögyő. Bögyő, az vagy csipkebögyő. Csipkerózsa áltermés. Csipke olyan szép ez a csipkerózsa áltermés. Na, a lányok befejezhetik a sírást. Visszajöttünk még egy kicsit. De még mielőtt Tibi az Index címlap rovatunkra rátérnék. Igen. Még el nem felejtem, ez is a... Szolgálati közlemény. Szolgálati közlemények rovatba, hogy erről is beszéltünk, mikor beszéltem a bűvészekről a múltkor. Tényleg jelentkezett már valaki? Nem. Nem jelentkezett senki. Na, de most ne zavarjál össze. Mit akartam mondani? Hát, amikor beszéltünk a bűvészekről. Kicsit befögtem közben. Hogy... Beszéltem a bűvészekről, és mondtam, igen. Hogy és név szerint is meg tudtam nevezni, aki a legalja az egésznek, a Chris Angel. Igen. Aki a fizetett alkalmazottakkal dolgozik. És mondtam, hogy ezzel szemben viszont van egy olyan bűvész, aki nekem személyes nagy kedvencem, aki viszont elképesztő energiákat tesz bele. Igen. Abban, amit ő csinál, és nem jutott eszemben a neve, David Blaine. Igen, megírták a Telegramon. Otto megírta, nagyon szépen köszönjük Otto barátunknak, és én meg is néztem azt a TED előadását David Blaine-nek, amikor például azt meséli el, hogy tanulta meg 17 percig visszatartani a lélegzetét. Hát, gyerekek, nézzétek meg. És akkor meg fogjátok érteni, hogy miről beszéltem abban az adásban. Hogy ő milyen munkát tesz abba bele, és ahogy azok az előadások úgy nézenek ki, hogy kinéznek, és hogy ne kerüljön sok pénzbe kifizetni az összes nézőt.
azért, hogy szórakoztató legyen a többieknek. Akik nem voltak ott. Akik nem voltak ott, és nem kaptak a pénzből. És, ja, nézzétek meg. Jó, majd én is megnézem. Képzeld, 17 percig visszatartotta a lélegzetét. De nem úgy, hogy volt egy trükk. Jó, egy kicsit, azért elmondom, hogy nem fogjátok megnézni úgysem. Hogy először azért gondolkodott ő is azért ilyen trükkös megoldásokon. Igen. Tehát például, hogy lerak valami, ami talán a széndioxidból oxigént állít elő készülék, egy ilyen nagy cső, valami, és hogy azt az egészet nyeli. Megnéztette is? Nem. Igen, és mutattak egy felvételt, ahol gyömöszölik le a torkán. Borzasztó volt nézni. És akkor mondta, hogy csak annyit fűzött hozzá, amikor a bejátszás véget ért, hogy nem sikerült. Nem jött be. Akkor volt olyan, ami a vérből oxigén, valami vért oxigénnel dúsító, valami, nem tudom, az se jött be. És akkor elmesélte, hogy tehát ezek, vagy ilyenek, ezek gondoltak, legyen ez, nem jött be, az, nem tudom, micsoda. És végül is arra jutott, hogy nincs erre jó megoldás, vissza kell tartani 17 percig a levegőt. És bazd meg, megcsinálta. Ilyen nincs, hogy lenyelsz oxigén tablettát. Ilyeneken gondolkodott, de hogy valami ilyesmi orvosokkal tárgyalt, vagy fizikussal, vagy ilyen szakembereket vont be, hogy lehetne átverni a nézőket. És arra jutott, nem, sajnos vissza kell tartani. Mert hogy egyébként, amiben nem tűrt ellentmondást, tehát a kiindulási alap az volt, hogy neki 17 percig úgy kell kinézni. Hát, hogy milyen szép száma 17? Ez igaz. De nem pont 17 percig. 17 perc a 23 másodperc. Vagy van. És aztán elmeséli, hogy mit élt át a 17 perc alatt. Ú, nagyon. Nézzétek meg. Az utolsó fél perc, az pedig végtelenül megható. És visszafele is igazolja az összes elmesélt dolgát, amit ezen az előadáson elmesél, és amikor ezt megnézitek, egész más szemmel fogjátok nézni az ő vicces trükkjeit, amiket bemutat. Na jó, ennyi, ami kimaradt a szolgálati közleményekből. Index címlap, Tibi! Ho-ho! Szeretem, amikor érdeklődés mímelsz. Na, Tibi, melyikkel kezdjük? Hát, mi keltette fel a figyelmedet? Az, hogy két település polgármester jelölt nélkül maradt, amit már említettél fél órán vagy egy órával ezelőtt. Egyrészt ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges, tehát, hogy senki nem jelölt Igen. polgármestert. De miért? Senki nem jelentkezett polgármesternek. De ez nem így megy, hogy senki nem jelentkezett. Hát ha azt mondom, hogy én vagyok a Momentum elnöke, és azt mondja valaki, jönnek hozzám, de lehetnék a Fidesz elnöke is. Ki a Fidesz elnöke? Orbán Viktor. Na, régóta. Nem úgy volt, hogy ő átadta ezt valakinek? Nem bírta sokáig. Már Orbán Viktor nem bírta sokáig. Tévedését belátva visszakérte az értékes készletet. Ez egy belsős poén volt, gyerekek, aki megfejti, hogy ez mit jelentett annak. Most itt fizetek egy, nem tudom, hosszú hétvégét New Yorkban. Na, de mit akartam mondani? Hol tartottam? Hogy lehet? Ja, igen. Tehát azt mondaná, akármelyik párt elnök szól, valamelyik ezért felelős párt alkalmazott, hogy drága elnök úr, hát van két település, ahol egyszerűen nem találtunk még senkit, aki polgármester szeretne lenni. Erre azt mondja Orbán Viktor, mondjuk, mint a párt elnöke, melyik az a két település? István. Mondjuk István. És azt mondja, hogy hát az egyiknek elfelejtettem a nevét, de várj, és akkor azt mondja, de megnézem a jegyzeteimet, mert Lakhegy, tehát nem Lakihegy, Lakhegy. De a másik pedig Balaton-Szepezd. Azt mondja erre, miniszter, nagy a pártelnök úr, hogy Lakhegy nem tudom hol van, nem is értem, jó, azt hagyjuk, de gyerekek, egy Balaton melletti településre nincs senki, aki jelentkezne polgármesternek. Hát hol élünk? János? István. István. És mondja István, hát ez én magam sem értem, utána nézek. És erre azt mondja Orbán Viktor, hogy ne nézz utána, hanem legyen. Tehát tegyél oda valakit, aki lesz polgármester. És ráadásul, mikor kiderül, ugye, hogy más nem is jelentkezett, akkor ugye visszamenőleg azt mondja a pártelnök úr, nem megmondtam János, bazd meg, vagy István? Hogy tessék, ha nem mondom, hogy tegye oda valakit, akkor nem lenne ott polgármester. Így meg megnyerjük, mert egy szavazattal is mi nyerünk. Na de hát ez nem így van. De hogy van ez? Tévedésből nem maradhatnak ki települések. De oda nem figyelés. Ezt nem hiszem el. Ezt biztos, hogy nem hiszem el. Balaton-Szepezd, de nincsen Fidesz alapszervezet? Szerintem, figyelj, egyrészt a 3000, nem tudom, 300 környéki település, alatti lélekszámú? Nem, hanem ennyi ja, település rendben választanak. Ott
nagyjából a háromnegyedükben nem pártjelöltek vannak. Tehát mindegyik független. És még csak az sincs, hogy pártámogatás lenne mögöttük. Különösebb. Igen. Ez tehát ki... igazándiból ez a még, pártok nagyon... Ez még a miniszterelnök rung perspektívájában se szerepelnek ezek a települések? Nem. Nem. Ja, mert az országgyűlési választások az egész más. Az egész más. Mert ott település... a nagy képhez kell. Igen, de itt nem kell. Ráadásul... Tehát itt ők alapvetően arra koncentrálnak, és mindig is ezek a narancssárgára színezett magyarországok, ezek hogy az meglegyen. Jelennek meg, arra koncentrálnak, hogy a megyei közgyűlésben legyen többség. Világos, értem. Tehát valamiről senkit nem érdekel, egyrészt, hogy bizony, másrészt meg, hogy onnan tudjuk, hogy adtak-e le, vagy nem adtak le egyáltalán izét, cédulát, meg izét. Tehát ha nem, nincs ott senki, akkor nem, simán elmegy mellette. Meg az is lehetséges, feltesszük, de meg nem engedjük, hogy miniszterelnök úrunk pénztárcája sem végtelen. Nem, ez nem igaz. Erre van a feltéve, de meg nem engedjük. Nem engedjük meg. Tehát nem... Ezek vadászgépek, Tibi. Mit keresnek vadászgépek felettünk? Hát, vagy kitört a háború. Egyet nem mondjam, mert akkor erről fogok álmodni. Ez rendszeresen visszatérő álmom, hogy kitört a háború. Na jó. Vagy csak gyakorlatoznak. Vagy csak gyakorlatoznak. Vagy miniszterelnökünk repül valahova. Na figyelj, Tibi. Jó, oké, ez az értektelenebb része az, hogy nem jutott két helyre polgármester jelölt. De ha mi jelentkezünk? Van egy bárki jelentkezhet? Nem kell ott lakni? Elméletileg nem. És gyakorlatilag? Gyakorlatilag sem. Sem. De be kell jelentkezni, vagy bejelentkezni? Nem. Az se kell? Az se kell. Tehát ha lett volna annyi eszünk, vagy annyi politikai mink. Érzékünk. Érzékünk, tehetségünk, hogy előre kiszagoljuk. Hogy hol nincs. Hogy Lakhegyen, és Balatonszepez, de nem lesz jelölt, és jelentkezünk, akkor nagy eséllyel megválasztottak volna minket, nem? Szinte biztos. Hát figyelj, egyrészt te primadonna vagy, én bombiván. Lehet, hogy erre rá kellett volna játszanunk. Hát nyilván akkor a kampányban. Mondjuk ez szerintem nekem nem lett volna, nem hiszem, hogy ezzel kurva sok szavazatot gyűjtöttem volna, hogy Rakusz Tamás primadonna. De én papiból bombivál. Papiból bombivál, azzal igen? Azzal lehet. És ha ráadásul meg is jelenítem ezt a típusú embert ott. Szerintem ne jeleníts meg. Ne jeleníts meg. Mert én mindenképpen Balatonszepezdet választottam igen? volna. Igen. Nekem Lakhegy jó. Akkor jó, mert én Lakhegyet választottam volna. Na, nekem meg Szepez. Zala megye. Tök jó. Na, még van nagyon messze nincs is. Már mihez kell? Egymáshoz? Egymáshoz. Ja. Hol? Mi van félúton mondjuk? Fonyód. Mondjuk azt tudnám kéne, hol van Balatonszepezd. Északi part? Part? Déli part? Nem tudom. Jó, hát valahol találkoztunk volna. A Keszthely, a Hévízen. Hévízen. Vagy Keszthely. Keszthely jobb. Keszthelyen vettük volna fel az adásokat. Én meg Hévízet szeretem. Jó, de hogy jön ez ide? Mert nagyon jó csörögni a forró vízbe, én azt imádom. De az nem kell Balatonszepezd polgármesterének lenni, hogy üldögélhess, hogy áztattas a fonnyat seggedet a Hévízi. Figyelj, de ha már egyszer. Pis a vízben. De érted, kapok a semmiért pénzt. A polgármesterek kapnak pénzt, ugye? A képviselők nem kapnak. A polgármesterek kapnak. Azok főállásban polgármesterek. Ára általában kapnak, igen. Van nem főállású polgármester is. De én az nem szeretnék lenni. Én sem. És én egy jó fizetett polgármester szeretnék lenni. Meg hát hozzáférünk mindenféle dologhoz. Figyelj, Balatonszepezden szerintem sok mindenhez hozzá lehetne férni. Szerintem Lakhegyen is. De én is azt gondolom, hogy Lakhegyen is van. Ez és kiesik az országos figyelemből, gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni. Jó, legközelebb Tibi, figyeljünk erre. Jó. Jó, ezt ne csináljuk. Jó, 5 év múlva. Jó, hát akkor... nem, hát 4 év múlva már, akkor szedjük össze. Majd beírom 5. Jó, de egy évvel előtte az elkezdeni készülni. Ja, hogy egy évvel előtte meg elkezdeni. Az igaz. Tehát de utolsó pillanatban nem... Pedig azt egyébként csak az utolsó pillanatban lehet megcsinálni, mert... Ez a baj. És nem tudunk hozzáférni az adatbázishoz, mi? Vagy kik adtak le jelentkezést? Hát... Hozzá lehet férni? Nem nyilvános adat, nyilván. Nem, azt hiszem csak a végeredmény. Hogy akkor a lezárultával nyújtottak be a megfelelő számú ajánló szervét. Hát vagy az van, hogy mindenhol megpróbálkozunk. Túlzásnak érzem. Most kicsit én is. Tehát, hogy mindenhol összeszedjük. Azt a 300 aláírást. Azt az szükséges aláírás számot. A sok, Tibi, a sok. Soknak érzed? Mi lenne, hogyha Lakhegyen és Balatonszepezden próbálnánk meg 5 év múlva? Jó, legyen. Hát, ha bejött nekik ez a polgármester nélküliség, és akkor sem jelentkeznek. Jó, jövő, vagy jó, 4 év múlva vegyük elő ezt, okay. Jó, addig hagyjuk a picsába. Én fölírom. Én is fölírom mindjárt. Egy
ébresztésbe állítok 4 év múlva ilyenkorra. Na Tibi, a másik ennél egy sokkal érdekesebb kérdés, és nem is vagyok benne biztos, hogy akarom én ezt az utolsó 5 percben megbeszélni. Beszéltünk mi már erről, én egyszer azt mondtam neked, hogy mikor arról beszéltünk, hogy amikor egyszer véget ér, minden véget ér, minden jónak vége szakad. Egyszer vége lesz ennek az őrületnek is, ami ebben az országban történik. És ha most parádézó. Parádézó bolanzályok előbb-utóbb a börtönben végzik. Nekem ez volt a koncepció. Te meg azt mondtad, hogy erről szó sincsen, simán át fogják tudni menekíteni az összeharácsolt vagyonukat. Én meg azt mondtam neked, hogy a Tibiát nem lehetséges. Hát mindenki emlékezni fog rá, hogy loptak, csaltak, hazudnak. Nyilván nem fogják megengedni, hogy majd kedélyes, nyugdíjas éveikben poharazgassanak a Balaton felvidéken, vagy nem tudom, a birtokaikon. Erre kiderült így, hogy de, a miniszterelnök úrnak van egy komplett. Milyen? Hát nem, birtoka. Birtoka. Ezt hívjuk így birtoka. Birtoka. És mikor ez kiderül, egyébként ez nem most derült ki. Nem, hát ezt már tudtuk. Tudtuk ezt már, legalább mi tudtuk, de most, hogy újra előkerült, nyilván egyre több embernek tudatosul a fejében, hogy már készen van. Nem a menekülési út ez, hiszen már most is használatban van ez. Egy része, igen. De hogy ez semmi gond nem lesz. Már én is azt mondom. Simán. Tehát nem, de nem lesz majd olyan ügyészi vizsgálat, hogy de drága ex-miniszterelnök úr, hát miből szedte össze a pénzt erre a hatalmas birtokra, hiszen az apjának, az üzlettársának, a nem tudom kiétől bérli Mészáros Lőrinc vejének, a sógorának a kutyája, az kész. Ennyi. Ennyi. Tehát nem az van, hogy bement a miniszterelnök úr a boltba, és azt mondta, hogy veszek egy kastélyt egy birtokkal. Hát egyet. Négyet. Mert akkor ott mondhatták volna azt, hogy de hát akkor valami kereseti kivedelmi kimutatás, valami. Visszamenőleg nézzük meg, miből van. Hiszen 100 éven keresztül azt szerepelt a vagyon kimutatásában, hogy -100 forinton áll a bankszámlája. Tibi, ez nagyon elszomorított engem. Nagyon. És a legjobban azt szomorított el, hogy igazából ez a nagyon titkolva sincs. Nincs. Tehát nincsenek bevonva ilyen izék, ilyen pénzmosadák, Távol-Kelet, meg nem tudom, ilyen szigetek, meg nem tudom mi. Sima, apja, Mészáros Lőrinc, kész. Ők szerepelnek, nem? Az ilyen... Ja, hát az apja a tulaj, Mészáros Lőrinc pedig... Bérli, miniszterelnök úr, pedig a kutyáját tárolja. Igen. A birtokon. Lehet drónozni, át lehet rajta repülni. Hát azért nem. Én azt gondolom, még egyszer ez büntetlenül nem fogja megtenni hatházi. Vagy ez mit meg nem tesz? Tényleg, pilóta lett azért, hogy fölé repülhessen a 60-ig pusztai? Nem ezért lett pilóta, de... Ha már egyszer ugye van neki ez a kisgépes... Akkor azt mondja, na nézzük. Mert ugye megszivatták ugye ezzel a pilótázással. Ez nem érdekel ez a része. És? Ez a része a magyar politikai életnek nem érdekel. Mi lenne, azt gondolod, Hadházi úr, hogy mi lenne, ha visszavágnék? És visszavágott. Van-e neked ez valami hozzáfűzni való, Tibi? Miért hoztad fel ezt a témát? Te hoztad fel, nem is én hoztam fel. Melyiket? Ezt a... Nem, ezt te hoztad. De jelent a polgármester jelölteket hoztad fel. Jó, jó. Nem is akarok, meg nem, nincs is kedvem erre. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi Istent építenek oda. Engem nem érdekel, mit építenek. Én próbálkoztam kitalálni. Érdekel, de... Mert én azt láttam, mintha egy liftaknát építettek volna oda. Hülyeség, hiszen hova a faszomba vezetne lift? A magmába? Biztos, hogy liftaknak. Jó, Tibi, de jó, liftaknak. Csak azért, mert hogy... Hát akadálymentesíteni akarja a miniszterelnök úr, amikor ő majd viszé, tehát és ezzel kezdi. Ő kerekesszékes lesz. Ja, hogy erre készül. És akkor le tudjon gurulni a mély garázsba. Tudod, miért ez kerekesszékes? Mert úgy el fog hízni, hogy nem fog tudni megmozdulni. Mint ahogy a Taxidermia című filmben. Nincs meg neked a film. Nincs. Látom a szemeden. Nincs. Nem baj. Nem, én De az a Parti Nagy Lajos novella sincs meg, amiből készült? Nincs meg. Jó, van, nem baj. Nem, nézd meg a filmet. Én azt szoktam, van egy sorozata. Jó, NCIS, tudom. Nem. Miami helyszínen. Valamely. Nem. Az élet 250 kiló felett. Van egy ilyen sorozat? Igen. Egy dokumentumfilm sorozat? Egy dokumentumfilm sorozat. Tényleg? Igen. Na, ezt a miniszterelnök úrnak küld el a linket. És akkor... Az enkordinket küld el neki. Megmutatják, hogy... Van egy ilyen sorozat, élet 250 kiló felett. Olyan embereket mutatnak be, az életüket, a kínlódásaikat, boldogságukat,
akik 250 kiló felett élnek. Tibi, ez nem sokára aktuális. Már miniszterelnök úrnak. Jó, tudom én egyébként, hogy a gonosz baliberális sajtó mindig előnytelen képeket közel miniszterelnök úrról, egyébként szerintem nagyon helyesen. Pont ezt javasoltam évekkel ezelőtt, hogy így lehetne egy kicsit azért nevetségesé tenni a népének a körében. De ha azt feltételezzük, hogy ennél kicsivel jobban néz ki, akkor is már elég nagy a baj. Elég nagy a baj. Főleg, amikor így más államférfi mellett szerepel mindenféle nemzetközi eseményeken, és látszik, hogy azok azért kicsit figyelnek. Vagy ha nem is ők figyelnek, de mondjuk akkor erőszakosabb a stábban az ember, aki a étkezésért felelős. Az nálunk nem fordulhat elő. Szerintem. Nincs az a bátor szakács, aki azt mondaná, hogy... Aki azt mondaná, hogy miniszterek, álljon meg? Álljon meg! Innen látom, hogy a zsebében van valami. És azt mondjam, jó, bassza meg. És kihúz egy méteres korbászt. És mondja, jó, de most már megyek. Álljon meg. És akkor már. A zoknia is kirudorodik. Miért? Hát, ez meg egy... Kilótöpörtyű. Kilótöpörtyű berakva a talpam alá. Jó, és akkor az alsó nadrágjából pedig előhúz egy nagy disznósajtot. És akkor azt mondja a szakács, hogy jó, mehet. De ezt még egyszer meg ne lássam. És holnap és akkor ott lesz ebédre. És akkor a miniszterelnök úr elmenetében nagyon bánatosan nyaldossa a zsíros kezét, hogy legalább ennyi megmarad. És aznap sírva alszik el. A hűtőben. Szájában egy nagy kolbásza. Szép kép egyébként. Miniszterelnök úr szájában egy nagy kolbász. Ezek a blokkokat mindig az adás végére rakom. Hogy a Google ne találja meg. Na jó van, Tibi, zárjuk le a mai adást, mert ez kb. Egy órával hosszabb lett, mint terveztem. Na jó van, van-e valami? Búcsúszunk kell. Nem. Milyen emlékekkel távozol most? Jó emlékekkel. Jó emlékekkel? Jó. Biztos, hogy kifelejtettem 100 dolgot, amit el akartam mondani. Ráadásul szerintem fontos dolog is volt a fejemben, csak megint úgy volt, hogy utolsó pillanatra tartogattam azt, hogy így sorrendbe szedem a jegyzeteimet, akár már nem volt idő. Jó, mindegy. Jó. Jó. Ha bármi fontos dolog történik, akkor mindenképpen szólunk. Jó, így van. Elérhetők vagyunk az összes létező podcast lejátszóban. Ha valaki azt mondja nektek, hogy jó, meghallgatom a gombapresszót, de hol hallgassa meg, legyen az a válaszotok, hogy gyakorlatilag bárhol, Spotify, iTunes és még 147 ezer különböző lejátszóban, de akár le se kell tölteni, hiszen egy böngészőből megtalálható bármikor. Beírjátok, hogy gombapresszó podcast, akkor az első oldalon lesz, vagy a második oldalon minimum lesz 5 darab olyan weblap, ahol tökéletesen visszahallgatható az összes létező adásunk nagyon szép formában. Meglepő, hogy milyen sok ilyen aggregátor létezik már. Na. Ha ismered az aggregátor szóját. Hogy nem ismered. Egyébként meg ott vagyunk a YouTube-on. Oda most ilyen plusz kis filmeket nem szoktam felrakosgatni, mert nem csinálok, mert nem történik velünk semmi van, ami mozgóképért kiáltana. Viszont az adásokat feltöltöm. És azért, mert hogy a YouTube most már sokkal rafináltabb, és sokkal jobban odafigyel, és azokat a zenéket, melyeket nem én szerzek, és nem én regisztrálok be az Artisiusnál, azokat azonnal felismeri, megjelölve a jogtulajdonosát, és azt mondva nekem, hogy drága Tamás, ezt bizony, ez úgy szedtük le, mint ahogy te felraktad, de egyébként úgy van, hogy feltölti 98-100%, oké, közzététel gombot megnyomom, és a másik monitoromon az e-mailek között megjelenik egy e-mail, hogy leszedtük. Ilyen kurva gyorsan, de tényleg fél perc alatt megvan. Csodálatos, hogy mindenem képes ma már a tudomány. Úgyhogy vagyok annyira elmeháborodott idióta, hogy képes vagyok minden adásból csinálni egy olyan verziót, hogy a zenéket kiszedem belőle, és azokat töltem fel a YouTube-ra. Te, nem vagyok normális. Nem vagyok normális. Jó, a velünk való kapcsolattartásnak két fóruma van, amit leginkább kettő, amit használunk. Az egyik a Twitter, oda mindenképpen gyertek, mert most már lassan tényleg megleszünk 500-an. 492-en vagyunk már. Felrobban az agyam, hogy még 8 hiányzik. Az 1000-ből meg 508. És a másik pedig a Telegram. A Telegramon meg lehet hülyeskedni. Mostában nagyon pörög. Egymással is beszélgetnek, mert nem is kellek hozzá. Te meg végképp. Csinálok egy olyan, Tibi, ezt még a végén meghirdetem. Már ezt a részét az adást nem úgy hallgatja senki.
meghirdetek egy olyan játékot, hogy aki téged rá tud bírni a Telegramon, hogy hozzászólj, az kap valami ajándékot. Benne vagy egy ilyenben? Jó. Mert hogy az köztudomás, hogy te ezt rendszeresen olvasod. Én ezt olvasom. Szoktál is mondani, hogy mit tudsz mindent, ami... De az ott elhangzó kérdésekre, megjegyzésekre soha füledbottyát nem mozdítod. Ajánljuk föl valami szép jutalmat annak, aki egyszerűen olyat tud mondani, kérdezni, amire egyszerűen nem tudsz nem válaszolni, hogy mi legyen ez. Ajánlj föl valamit. Egy személyes találkozó. Ne, hát te adnod, hogy te akarsz ajánlani valamit. Adok egy kitűzőt. Nem. Nem, jó, itt most még nem nevezem meg az ajándékot, de egy nagyon értékes tárgyi remény utalom. Üti annak a markát, aki Tibit a Telegramon rábírja. A szólásra. Szóra bírja, na hát így, mondjuk ki bátran, szóra bírja. Jó ez így? Jó ez így. Na. Ahhoz fel kell iratkoznatok a Telegramra. Na, az az ilyen mindenről lehet beszélgetni típusú hely, viszont azzal a hátránnyal, hogy a beszélgetések elejét azt már nem fogjátok elolvasni, mert az 3 óráig kéne fölfele tekerni. Az majd akkor lesz jó, amikor lesz tényleg élőadásunk, és akkor lehet, hogy ott fogjuk majd a kapcsolatot tartani az élőadás alatt. Jó. Jó? Na. Mi van még, hol lehet még velünk kapcsolatot tartani? Ennyi. Patreon. Azért Patreonról ne feledkezzünk már meg. Tehát értem én azt, vagyis hát nem értem, de elfogadom, hogy sorra jelentkezik le mindenki, de nagyon nagy örömmel látom, hogy vannak új támogatóink is. Mindenkit arra biztatok, akinek van havonta egy fölösleges dollárja, hogy az gurítsa ide. És akkor majd veszünk belőle valami szépet. Na jó van, gyerekek! Na. Ennél többet már tényleg nem akarok mondani, mert hogy lassan 3 órás az adás. És egyébként is én ma még egy rendezvényre megyek. Trollkodni. Legyen ez. Nem igaz, nem trollkodni megyek, ezt most visszavonom. Nagyon jól fogok viselkedni. És nem fedem fel kilétemet. Mert akkor abz lesz, mint egy Beatles koncerten. Az meg ki akarja. Akkor elbúcsúzunk? Búcsúzunk el. Jó, akkor ölenünk, csókolunk mindenkit. Sziasztok. Sziasztok.